Jó, üdvözlök mindenkit, ez itt a Kék Óceán Podcast. Újra itt vagyunk a Kultusz Digitál stúdióba, úgyhogy ez azt jelenti, hogy újra van vendégem. És egy elég érdekes vendéget hívtam el most, úgyhogy aki Youtube-on néz, az valószínűleg már láthatja is, hogy ki van itt, illetve a címből is kiderül. Üdvözöllek itt, Ben Bálna, és köszönöm, a, hogy eljöttél. Én köszönöm a, a meghívást, és hát nél is nagy izgalmakkal várom, hogy mi fog történni. Egyébként nem vettem még részt szerintem olyan akár hang- vagy videó felvételben, ami rólam szólt volna kifejezetten. <laughs> volt egyébként tegnap egy olyan reggeli sessionem, egy óra volt, amikor egy szakdolgozatban segítettem, de nem úgy, mint Benszödrben, wow. csak úgy, mint amit dolgozom, de úgy is ismertek meg, hogy egyébként a Twitchről csak hogy meg szoktam beszélni arról, hogy mi a munkám, és akkor annak kapcsán beszélgettünk. Hát akkor itt az ideje, a a bandit is meghívták hmm. a, az egyik podcastbe, úgyhogy most Abszolút. így elkezdődik, beüt a hírnév. Hát figyelj, <laughs> ja. <gül> nem, hát mi, mi, azért minimálisan ismerik egymást, meg szoktunk beszélgetni, tehát nem az, hogy most írtálám először, vagy, vagy most volt az első interakciónk, <laughs> meg én is ismerem a munkásságot, meg tudok róla, szóval volt, megvan az a háttér. Nem, teljesen idegenbe jöttem. Hát igen, én is szoktam nézni. Egyébként nagyon könnyű volt felkészülni, mert ahogy néztem a streameket, így folyamatosan jöttek a kérdések, és akkor még a múlt is felírtam valami négy kérdést. Aztán így, így nagyon könnyű volt jó ja, hát, a felkészülés. Én akkor megláttam a kérdéseket, hogy kicsit így, így, így megijedtem, hogy te jó vége, ez, ez aztán alapos munka lesz, mert itt aztán tényleg minden, ami, ró, ami velem kapcsolatos, az fel lesz árva, szóval akit ez érdekel, az here we go. Hát akkor bele is csaphatunk szerintem így a legelső kérdésbe, hogy ugye te marketingesként dolgozol, és hogy a szabad-e tudni, hogy mik így a feladataid, vagy a magát a cég nevet, hogy vagy hogy mi, mit árul, nem is kell a cégnév, nem reklámozzuk, hanem hogy mi, mit adsz el tulajdonképpen, Aha. mint marketinges. Jelenlegi munkakörömet illetően én, én egy nagy multinál dolgozom, és ott a központi részlegem vagy csapatban, tehát én konkrétan csak irányítok, illetve tervezek, illetve reportálok. 20 különböző országban csinálom én a saját csapatommal a social media, meg az influencer marketing részét a cégnek négy márkájának. Aha, és ez hogy jött? Tehát, hogy hogy kezdtél el itt dolgozni, ha van ennek ilyen előzménye, ami érdekes. Nagyon le? vissza kell menni az időben. Hát még korábban kezdődött ez, mint hogy én elkezdtem egyáltalán videózni, de összekapcsolódik. És nap is beszéltem erről, hogy ö, nem tudom, hogy megnézted de a YouTube csatornámnak van egy van az about része, és Aha. ott sose változtattam meg a, a, kiírást, az a 2014 óta ott van, tehát az volt az én célom, hogy a, a YouTube-ozás, mint tevékenység, meg tartalomgyártás, az hozzásegítsen ahhoz, hogy jobban hogy felkészültebb legyek abból, amit csinálok egyébként. Szóval nekem a Youtube az az a része, amivel rele, vagy bocsánat, az online tartalomgyártás az a része az életemnek, amivel releváns tudok maradni a munkámban. Amivel pénzt keresek. Aha. Ami nem a hobbim. Viszont a tartalomgyártás az egyértelműen hobbim. Szeretem csinálni, meg nem is fogom szinte abba hagyni. Ameddig csak tudom, meg képes vagyok rá. De hogy maga a marketinges dolog honnan jött, én itthon végeztem az alapképzést, külkerem, BGF-en csináltam meg, ilyen médiakommunikáció, kommunikáció büfészak, nem értettem, hogy ez mire jó, elvégeztem, időre tényleg megvolt, és aztán egy évig dolgoztam itthon. Nem nagyon tetszett, a, amit láttam. Úgy éreztem, hogy ez se pénzben, se így szellemiségben ez még nem elég, és akkor jelentkeztem külföldre egyetemre, mesterképzésre. Így mentem ki Tajvanba. Wow. és akkor ott volt az első munkám. Ott végig dolgoztam, tehát hogy a suli mellett végig, de az simán belefért. Egy mesterképzés, aki már elvégzett, az tudja, hogy hát időd az van. Lehet, hogy a reálszakokon nehezebb, nekem sok időm volt. És így melosztam még, és akkor így kerültem be ezt egy nemzetközi csapatba. Ez egy nagy kínai szoftvercég volt, a Taipei 101, ami 101 emeletes felőkarcolónak a 83. emeletén volt az iroda. Ingyen kaja, ingyen pia, ingyen számítógép, mármint hogy az nyilván az azt mindenki kap, csak nekem egy szervergépen volt, mert ott kezdtem el foglalkozni a motion graphic design animációkkal, photoshop és viszonylag hamar felszedtem magam, meg ott az a csapat, bekerültem, az social marketinget csinált egy 35 milliós Facebook oldalnak akkor. Wow. Akkor még a Facebook volt a menő, ez 2014, <laughs> és már akkor is romlott az algoritmus, az Instagram még nagyon kis játékos volt. Tehát akkor még voltak vetétársai az Instagramnak, ma már azért egy fotóban nem mondanám, hogy lenne mert már bejelentették, hogy most már ne rakjunk oda a fotót, úgyhogy <laughs> ja. azt mondták, most már ilyen videókat kéne, Nem az mert kéne mert azt mert szereti az algoritmus, most, úgyhogy hát. igen. És hogy kerültél Stockholmba? Hát, Stockholmba, hát miután Tajvan egy uh, ilyen négy év után nekem már kicsit egy hangúvá vált, illetve azok az emberek, akiket ismertem, vagy a suli révén, vagy kinti magyarok, azok elpárlogtak és hazajöttem, úgy döntöttem, hogy nekem ott így elég volt, és hazajöttem, és akkor egy lecsapott rám egy kínai cég. a, a Huawei volt, erről sokat szoktam beszélni, az összes magyar itthoni, üzleti influenceri kapcsolatom az innek, ennek köszönhető, és akkor egy ilyen kilenc hónap után promóciót ajánlottak, és ez nem, nem nagy képüsködés, csak a nagy főnök fölhívott, hogy nekem volt a legjobb számaim, akarok-e menni Stockholmba? És akkor úgy döntöttem, hogy megpróbálom. Ez három évig tartott, addig, amíg kim voltam, addig ennél a cégnél dolgoztam. Ha, és most ugyanott vagy, vagy most már céget is? Nem, váltottam. Váltottam, ha. ezért tudtam hazajönni. Most már fúri módban nyomom, tehát nem járok dolgozni. Pont most a héten mondtam valakinek, barátnőnek mondtam, hogy néha egy tök jól lenne elmenni dolgozni. Hát ugye erre vannak a coworkingek, meg ez egy nehéz csak... úgy elmenni, hogy... Jó, én Igen. szeretem, hogyha van valami racionálitása is annak, hogy elmegyek dolgozni, tehát mondjuk találkozom egy munkatársammal. Ne csak, hogy oké, okay, egy másik szobában, persze az is tud segíteni. <laughs> jó, hát én is, amikor vágok, akkor ugye nyilván otthon, ugyanabban a szobában, amiben alszok, tehát kicsit így néha megborul az ember, aztán Igen. nem olyan jó. Én nem, egyébként abban itt be voltam, hogy ugyanaz a cég, csak nem. A home office-ban mondjuk visszajöttél. -e. Nem, hát ez nyilván mindenki, aki látta vagy követte az eseményeket, azt tudja, hogy a Huawei ez eléggé megfenek lett, legalábbis a Consumer Business Group része, ami a telefonokkal, hardverekkel foglalkozik, hát ott gyakorlatilag padló. Hm. Ö, miután megcsinálta Trump az entity listáját, és akkor igazából én már úgy kerestem valami mást akkor, amikor az megtörtént, nem látszódott ez már működőképesnek hosszú távon, illetve nem adott nekem kihívást. És most jól érezed itthon magad? Már úgy a magyar közegbe, mert hogy... Nincs magyar közegem. Az, hogy itt hol lakom, az én Bár választásom. Bárhol lakhatnék, ebben az időzónában nagyjából, de persze van magyar munkatárs, mert van magyar csapat is, de hogy nem velük dolgozom közvetlenül. Egyébként jó. Meg, tehát, hogy amióta hazajöttem, így, így elkezdtem, hogy mondjam, magammal törődni, sokkal kevesebb tartalmat csinálok, tehát a Twitch maradt meg egyedül, meg amit a a Bandival csinálunk, nincs saját YouTube tartalmam, ami a csatornámra megy ki. Ez főleg azért van, mert magammal foglalkozom többen. És vannak ilyen tervek, hogy mit tudom ha mondjuk megkeresne egy, tegyük fel mondjuk amerikai cég, hogy gyere, akkor azt mondanád, hogy fú, erre vártam, uh -huh. aztán mennél? Ö, nyilván nekem is vannak vágyaim, van egy ilyen vislisztem, hogy hol dolgoznék <laughs> legszívesebben. Most jelenleg ott tartok, hogy ha... Mondjuk, a jelenlegi munkahelyemen maradok pár évig, akkor az már nagyon jó referencia ahhoz, hogy még fejebb tudjak lépni. Nekem mindig az a célom, hogy három évente legalább másfélszer annyit tudjak keresni, és legalább, Aha. lehet, hogy több de tanuljak is. Tehát soha nem maradjak meg azon a szinten, hogy, oké, okay, ezt már így mind átlátom, mindent tudok, mindent értek, semmi nem tud meglepni, na akkor kell váltani. Aha, hát mondjuk ez egy jó hozzáállás, hát, hogyha de. meg is teheted, hogy. De ezt mindenki léped mindig megteheti. A szintlépés az, az azért van, mert én akarom, és, és bele is teszem azt a munkát, hogy ezt érezze más is, hogy oké, okay, ez az ember jobb, mint a, mint a, mint a többi ököl. Választhatunk, mert ő beletesz minden. Hm. És szerintem egyébként minden, minden munkakörben, akár egy, egy közértben dolgozol, vagy szemetet szedsz, abban is, ott is kitűnhetsz, hogyha kiválóbb vagy a többieknél, vagy egyszerűen csak tényleg jobban akarod. Hát mondjuk igen. És így konyha lefordítva, mi a fő tevékenységed? Mert az influencerek így kapcsolódnak bele, ha jól értelmeztem eddig. Aha, igen. Öh, hát szavakkal kifejezni, vagy lebontani az egész dolgot. Öh, szóval van a cég, igen? ez egy Omni Channel cég, az a lényeg, hogy van nyolc márkája, annál is több, de ezek a fő márkák, és azonban van négy, ami, ami még ezeknél is, vagy ezek közül a legnagyobb, és mindegyiknek nyilván van lokális szinten marketingje, tehát ez főleg Közép- és Kelet-Európa, illetve Oroszország, Németország is belóg egy picit, és akkor minden országban vannak lokális csapatok, akik csinálják az ottani projekteket, de vannak kampányok, rendszeres jellegű, amikre felkészülünk, és... Ezeknek a része az influencer marketing is, ez ilyen felskélelve, tehát mondjuk én csinálok egy kampány, mondjuk Black Friday van, akkor kiszámol, mennyi pénzből mit kéne elérnünk, mik a céljaink, és melyik országban érdemes pénzt elkölteni, és kikre, amiket jóvá kell hagyni, egy részét a csapat csinálja meg, de nyilván én mondom rá az utolsó pontot, mert az én felelősségem lesz, hogy működik-e vagy sem. Aha, jó, így már teljesen ez, ez, egyik része, a másik része pedig csak szintán az, ami a social on a kommunikáció. Az organikus része, mert én nem a hirdetésekkel foglalkozom, hanem inkább a brand kommunikációval, hogy milyen arculatunk legyen, hogy kommunikál, hogyan válaszolunk a kérdésekre, mennyi kérdése válaszol, Aha. melyikre nem. Nem a direct message-ekre gondolok csak, hanem a nyilván kommentekre is. És akkor így nagyjából rá is kanyarodhatunk szerintem a streamekre, hogy ezek. Én valamelyik streamben már biztos mondtad, lehet, hogy többen is, hogy hogy jött ez, de így érinthetjük, hogy hogy, hogy jött maga az ötlet, hogy kéne egy ilyet csinálni, meg hogy mit csinálsz pontosan. Uh -huh. <laughs> ö, hát én nem tudom, hogy ez. Én nem akarom belemagyarázni, hogy ezt én így tudatosan alakítottam. Alapvetően ö, én a Twitch-en nem ezzel kezdtem el foglalkozni eleinte, csak így már akartam ismerni a platformot, szóval legelső négy streamem azok ilyen Pokémon végigjátszások voltak, de mind ilyen hardcore módban, tehát sliplokokat csináltam, nem tudom, ismered-e ezt? Ég, te nem, nem, nagyon vagyok képben a, szóval az a lényeg, Pokémon világa. Egy ilyen klasszikus Pokémon RPG-nek a végigjátszása nagyjából olyan 12-13 óra, lehet ez persze 20 akármennyi is, de hogy így tehát ha megpörgeted, akkor... Igen, meg hogyha tényleg bármit megtehetsz, de vannak olyan szabályok, amikkel nehezítheted a további utást, előrehaladást. Például az, hogyha egy Pokémonod meghal a csatában, akkor azt ki kell dobnod, soha többet nem használhatod. Ez elkapásnak is szabály, minden nagyon, le, ilyen nagyon strict, ilyen very hard módot képzelj el. Ah. Na és az a plusz szabály, hogyha abba hagyod a játékot, 10 percnél tovább, akkor is game over. Szóval pisilnik, akinek el lehet menni, közben lehet, de úgy kell végtönni, hogy együttő helyedben. Hát és akkor ezeket is. óráig bírnám. Ja, az első az 17 óra volt, és hát Tjú. gondolj bele, amikor a kis gameboy képernyőt felnagyítod, azokat a pixeleket ilyen nagyba látni, na az fájt. Rendesen. Mindegy, ezeket nem nézték sokan, szerintem nagyjából egy ilyen két-három hónapra rá. Ez úgy alakult, hogy volt ott egy lakótársam Svédországban, egy négy hónapig, aki benne volt ezekben a streamekben néha, és akkor vele kezdtünk csak így elrandom videókat nézni. És akkor így egy idő után meg úgy alakult, hogy akkor ezt sokkal többen néz, sokkal többen érdekel, illetve rájöttem, hogy oké, okay, ez meg a cringe is segít nekem. Ugye az az a podcast, ahol általában a YouTube-ról, magyar internetről beszélgetünk, és itt is nagyon fontos nekem, hogy releváns maradjon. Szóval ezeket kettő nagyon jól összekapcsolódott. Tehát amit én csinálok, én nagyjából így fogalmazok, hogy együtt nézünk videókat, és Rendszerint mások helyett érezzük magunkat kínosnak, kínosan. Tehát, hogy mások helyett szégyenkezünk együtt. Igen. Ez a tartalom. Amit én <gül> Egyébként <gül> szerintem pont abban az időszakban, amikor te így belecsöppentél, akkor kezdett el ilyen mint válni. Tehát most, hmm. ha felmegyek Twitchre, akkor legalább ilyen két-három embert látok, aki ugyanígy csinálja, hmm. vagy ugyanezt próbálja hmm. megcsinálni. Meg vannak még ugye YouTube videósok sokik akik hasonló kontentet gyártottak, de mondjuk ezt is, tehát kell hozzá egy személyiség szerintem, hogy ez, ez nézhető legyen. Hát persze, valamilyen, hogy mondjam, különlegesség is akár, belső viccek, olyan dolgok, amiket mondjuk máshol nem tapasztalsz meg. Szerintem minden stream ettől jó, hogy valami egyedi van benne. Tehát, hogyha én azt akarom nézni, hogy valaki jó játszik, az bizonyos ideig fenntartja a figyelmem, de hogyha azt akarom, hogy én erre visszajárok, akkor valami vissza kell, hogy húzom, valami pull kell. Én, én nem tudatosan élem ezt meg. Én most se értem, hogy engem mondjuk miért néznek 700 an vagy 800-on azért, mert a török ábelnek nézem a vlog -e. most... hát Egy Egyébként én értem a hozzáadott érték, uh -huh. meg ezeket a tartalmakat, mondjuk, hogy mondjuk egy törökábel vlogot ne, lehet, nem néznél meg így, de ami mondjuk nagyon cringe, az valahogy eljut hozzád, és úgyis megnézed. Uh -huh. Tehát e, például ezek a trash előadók, úgyis rákattintasz, és megnézed. És akkor inkább én is úgy vagyok fel, hogy inkább úgy nézem meg, hogy valaki tesz mellé valami uh -huh. értéket, vagy valami Mondani valami valahogy. műsorra uh -huh. alakítja tulajdonképpen, és úgy tök jó. Uh -huh. Érdekes, hogy biztos vagyok benne, hogy ez, amit mondtad, hogy nem, nem olyan rég alakult ki ez az igény erre, mert egy csomóan, például én is nem értettem, hogy miért nézik, miért érdekel ennyi embert, és akkor volt egy ilyen válasz, hogy gyakorlatilag az a fontos, vagy az a jó ebben, hogy egyet értek veled, és ezt én nekem jó hallani. Ugye ez a klasszikus rendben is így volt, hogy na, akkor most mi mind együtt értünk, és akkor tök jó, ez a nagy öröm, hogy mi a kis véleménybúrékonkban tetszegünk. De itt szerintem én mindig próbálom azt is elmondani, hogy én nem, én nem azért vagyok itt, hogy ezeket az embereket utálom, és fel, felbasznak. A tartalomról van szó, és ezt sokan nem értik meg. Jó, hát ezt egyébként, ha, tudom, mi lehet oda kapcsolsz az 5 percbe, ahol mondjuk pont egy ilyen sound alertet találsz, mm -hmm. és ott nevetsz rajta, lehet, hogy úgy jön le neki abból az 5 percből, hogy ez erről szól. De nyilván hosszabb ideig nézed, akkor úgy lejön, hogy mi az igazi. Fé, nekem lényegen. végtelenül ennyire szórakoztató, hogyha valaki ezt ennyire félre gondolja, és hát mondjuk magából hülyét csinál. Most ne, a hülyét csinál, azt visszavonom, szóval szerintem kínos helyzetbe kerül emiatt. Most lesz egyébként egy beszélgetésünk majd a, a mi podcastunkban ezzel a hölgy. Ugye, aki, igen, akinek az a, az álláspontja, hogy melyik a jobb dolog, véleményezni úgy, hogy nem bántasz senkit, vagy véleményezni úgy, hogy szembe fordítasz embereket. és De Véleményezni úgy, hogy nem bántasz senkit, hát az ne, hát olyan, is olyan szerintem nincs. Hát, de de tapsolsz minden. De ez. hát igen, de az meg... Hát, jó, mondjuk a pozitív a véleményed, akkor végül is igen. mondhatod. Hát, vagy mint a puzsér, amikor a, a nagyon erős irónia nem mindenkinek esik le. Ja, ú, hát igen. Nekem is van három <laughs> ilyen videó, amiben ilyen nagyon ironikusan elmondom, hogy mi a... ahhoz, hogy profi fotócs legyél, vagy Aha. videós, vagy youtuber, mit kell csinálnod, és rengetegen pedig direkt próbáltam úgy, hogy úgy gesztikulálok, meg úgy nyomom, hogy átjöjjön, hogy száz százalék irónia, és, beírják, hát hogy te hülye vagy. Hát, na mindegy, de egyébként meg visszatérve itt a véleményre, hogy én például, a, ha nézek mondjuk egy fókuszcsoport videót, tegyük fel, az tökre feldob, hogyha olyan véleményt hallok, ami nem egyezik az enyémmel. Uh -huh. hogy mert nyilván úgy olyan vélemények is vannak, amik ugye a legtöbb emberre igazak. Uh -huh tehát mit tudom hogy csinálnak valami nagyon rossz dolgot, és azt mondod, hogy ez rossz, akkor nyilván a legtöbb ember egyetért veled. Viszont jó néha olyan dolgokról is hallani véleményt, amivel nem tudsz. Na, pont ennek a véleménynek úgy. nincs értelme. Tehát, hogy nem azt hogy nincs értelme, szerintem nem hozzáadott érték. Hogyha azt, ami evidens, megállapítjuk, ami mindenki számára nyilvánvaló, de lehet, hogy azt gondolt, hogy mindenki számára nyilván, aztán mégsem mindenki számára, de hogyha mondjuk intellektuális köröket nézzük, vagy aki mondjuk az Ádám csatornát követi, az nem biztos, hogy az, aki a Radics Peti csatornát követi. Biztos van átfedés, de, de jellemzően szerintem azért el lehet választani. Tehát, hogyha mondjuk ő beszél egy témáról, és, és mondjuk századszorra fogalmazza meg ugyanazt a gondot, már az elején tudod, hogy mit akar mondani. És nekem ez a például az ő amikor az ő videóit nézem, nehéz, hogy én már akkor tudom, mit akar mondani, amikor az első film nem tart, de ez még tart percekig. No. Ezért nem élvezem ezt a prezentációt általában. De, de én, én amúgy nagyon meg vagyok békéve már a fókuszcsoporttal. Korábban ez nekem kicsit beolcsípődve, hogy így túlságosan lassúnak éreztem. És így rákanyarodhatunk szerintem arra a témára, hogy te ugye neked van egy rendes állásod, uh -huh. amiből tök jól megélsz, és nem szeretnél ugye pénzt keresni. A én nem a azt kicser, mondtam, hogy nem. Igen. Nem az, hogy, nem, az, hogy, nem szeretnék, mert nyilván van, egy, van ennek is egy olyan része, ami engem érdekel, hogy hogy működik, nem ebből akarok megélni. Igen. Én azt hiszem, hogy így szoktam általában fogalmazni. Igen, le. amúgy így. Igen. Mm. Csak lehet én írtam le, így rosszul. Azt, hogy nem akarsz pénzt tehát hogy konkrétan nem is tudom, van-e olyan lehetőség a twitch hogy ne keres pénzt. De ki, nem lehet kikapcsolni, valahogy ki lehet kapcsolni ezzel a szuk, donétet, nem? Az, meg az, hogy reklámokat tegyen rá a Twitch magától. Szerintem nem. Lehet, hogy ki lehet. Hát nem tudom, én, nem néztem utána. Én egyedül VR happy hour tudom, hogy vannak azok a nagy streamerek, akik uh -huh. mit tudom én mondjuk a Twitch ad nekik egy ilyen fix szerződést, és ők kikapcsolják ja, ja, mondjuk ja, ja. a izét, uh -huh. vagy mondjuk ami szerintem egy jobb megoldás, hogy a moderátorok kapják a, a donate pénzt meg ezeket. Volt egy időszak, amikor még görcsös ragaszkodtam ehhez, és azért gondoltam, hogy ez fontos, mert akkor nem lehet úgymond ezt a részét sem megkérdőjelezni a munkásságomnak, hogy én nem valamilyen elfogultság, elhajlás miatt pénzért gondolkozom, csinálok dolgokat, de aztán rájöttem, hogy ennek semmi értelme. Így, ha már itt leragadok, hogy azt gondolom, hogy azért, mert elfogadok valakitől egy adományt, vagy egy feliratkozást, hogy használhassa egyébként a, a felületet úgy, ahogy az ki van találva, meg, meg én adok vissza cserébe dolgokat, azt én nem fogom meggátolni. Szóval meg, meg érdekel, hogy hogy működik. Tehát, hogy Amu, tudjam. Amúgy meg szerintem tök jó, mert ki tudják fejezni az emberek, ugye Abszolút. a hálájukat, ha lehet így fogalmazni. Mm, valamikor zavarva jövök, meg, meg soknak érzem, mert nem, nem értem. szoktam látni. Most se értem, valaki elküld tíz darab szúgiftet, a semmire, tehát csak úgy, akkor, és nincs, nincs magyaráza, nincs is sors írva, csak annyi, hogy tessék, ezt így akartam, ezt most így. Szóval én nekem tudok mit kezdeni. <laughs> hát jó, mondjuk egy üzenetet írhat, vagy ja, ilyesmit. De ez, még néha azt se kapok. És van itt egy olyan pont, ez nemrég zajlott le, hogy volt egy saját mörcsöd. Uh -huh. Hát én nem így fogalmaztam, vagy de így is lehet fogalmazni. Hát figyelj, gondolom te intézted a mintát, vagy tervezted meg, tersze. ötletelted ki, szóval. Uh -huh. Hát az első ilyen vállalkozás volt ez, nem tudom, hogy az utolsó-e. Ö, a sztoriát mondjam el, vagy azt, hogy hogy is Hát jön. úgy az ötlet, hogy jött, mert egyébként én is gondolkoztam Máriánál, hogy hmm. ugye van, mi, mi, a, kezdhetjük onnan is, hogy mi a véleményed így a youtuber mörcsökről, így alapvetően. Mert hát. te, teljesen szembe mentél ezzel, és teljesen másik vonalat ragadtál meg szerintem ebből, és úgy így alapból mondjuk ez, vannak ilyen boltok, amik kifejezetten youtuber termékeket <laughs> árulnak, hogy erről hogyan vélekedsz? Szerintem olyan nagy, nagy, titkot nem fog elárulni, hogy ezt gondolom, hogy én, én, azzal nem, én abban nem találok semmi kreatív fantáziát, hogy van egy logo, amit rányomunk mindenre, és ott meg lehet venni a tesco ba is, meg a, a videósboltban is. Én abban hiszek, ami egy, 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 emlék, egy mém, egy, egy valamilyen örökértékű dolog tud lenni, ha ránézel. Lehet, hogy valakinek egy zsédavos bögre is az tud lenni. Számomra az kevésbé, mert mert szerintem nincs olyan nagy jelentősége, hogy ha egy, valakinek, egy videósnak a neve, például az, hogy Alex Csigér, vagy egy logó van rajta. Szóval ez a merch, amiről mi beszélgetünk, ez, ez egy belső viccből született, és egy szóval rajta, illetve alatta van egy nagyjából egy kutulút megszemélyesítő szörny, aki kiemelkedik a vízből, és kérdő a rámered egy srácra, aki nekünk háttal, de vele szemben néz. Ez a srác, ez a Bíró Milán nevű videós, aki egyszer csinált rólam egy rendet, egy paródiát, és te tisztá vagy ezzel szerintem, Igen. amit egy nap után letörölt, de ebbe hangzott el az a mondat, hogy az anyukám egy fencák volt, amiben engem személyesített meg, azóta se tudjuk, hogy ez a fencák, ez mit jelent, de rengeteget használjuk, és ez került rá a és úgy gondoltuk, hogy hogy, hogy, ez így nagyjából az egész közösségre mondva így egy ilyen olyan dolog, amit mi értünk meg, és senki más nem. Ezt a pólót nem lehet megvenni, nem is lehetett megvenni, ezt streamben lehetett megnyerni egy ilyen kis játék során, amit szoktam nyomni. Egyébként már a pólók javarész csak női SS van, úgyhogy én most azt <laughs> egy kicsit szüneteltetem. Egyébként ez szerintem nagyon jó ötlet, hogy tényleg ilyen exkluzív téve mm. és nem rendelhette be akárki, mm. vagy ja. ilyesmi. Szóval ennek nem az volt a lényege, hogy itt most nagyon szarrá keresem magam, hogy <laughs> mit tudom én, hanem meg hát én vettem az összes pólót, én csináltam a mintát, én adtam fel postára egyesével azt a 80 valamennyi mennyi borítékot, szóval, hogy, és az, az, az saját költségem, minden, itt nem az volt a lényeg, hogy minél nagyobb számot generáljunk. És azokat se ítélem el, én nem ítélem, hát, mert csak én, nekem ez volt benne az érdekes, hogy ezt átéljem, ezeket az ilyen apró aktivációkat, különböző projekteket, mert amúgy szintén azt csinálni, hogy csak streamelhetik kétszer, és mindig ugyanaz, unalmas. És most megint azt érzem, hogy valamit kell lépni, amivel egy picit mást tudok hozzáadni. Hát igen. Hát az a kérdésed, hogy mit gondolunk, vagy nem tudom te, mit gondolsz például az ilyen nem túl kreatív youtube csak Ja Például a... azt akartam, igen, hogy. Hogyha tegyük fel, mondjuk egy a... Pokémon brandet, megnézünk, csak hogy itt maradjunk, hm. akkor ők is árulnak mondjuk pólókat, és ott is felveszel tulajdonképpen egy márkának a, a feliratát. Vagy tegyük fel van a lidős póló vagy zokni. Ott is ugye egy brandnek, felveszed a logóját, hm. és mondjuk egy zsédavnál maradva, ott is a zsédav az egy ilyen személyes brand, Igen. és ott is ugye felveszed tulajdonképpen annak a brandnek a. A igen, -ja Mert magyarul. az nem egy divat márka, mint mondjuk egy-két influencer azért csinál olyat is, hogy ugye ilyen esztétikailag jól kinéző tudszokat a és kicsi a logo rajta, de ezek általában, hogy középen van a nagy. Hát igen, de valahol én ezt megértem, hogy hogy megvásárolják az emberek. Mondjuk azt a részét már nem, hogyha mit tudom én, kocsissanyinak hívnak is odavenirve, hogy Kocsisanya. Uh -huh. Azt a részét már nem igazán, de ha még van egy ilyen márkanév, hogy Zsidav, uh -huh. azt még úgy jobban megértem. Hát szerintem én általános iskolás korosztály az, aki hát, ebben utazik. Nyilván nem a felnőttek. vagyis hát én gondolom, hogy... Hát mi is, hall, áh, vagy, a, vagy, a, szüleik is. Meg ugye ja. nekem van egy... Van két unokatesom, akikkel gyakrabban találkozom, ők ikrek egyébként, és kettőknek elég erős vélemény, a véleménye van az influencerekről, 18 évesek egyébként, azt hiszem most, és ők szokták mondani, hogy persze jó ez a fencákpoló is minden, csak meg a, akár a viáros, vagy bármi, de hogy ő ezt alkalmat tudja csak hordani. A, srác. a lány pedig azt mondja ő bármikor mert ő, ő, neki, ő neki tetszik maga az ötlet meg hogy ő tudja csak hogy miről, mi az értelme Aha. szóval mindenki más hogy éli meg Ja ezt. egyébként még a fencák kapcsán akartam ezt felejtettem már kérdezni mm. hogy ugye ott van egy sound alert is hogyha Igen. valaki feliratkozik uh -huh. és volt már ebből valamilyen probléma hogy valaki rád írt, hogy hello ott van a hangom és hogy nem -e lehetne levenni soha de nem is tudom ennek mi lenne hogy egyébként a jogi útja hogy vett ki a streamből a, azt, ami valaki fizet azért, hogy az én hangomat lejátsza, vagy vagy, vagy Jó, mondjuk szerintem jó a... reklám nekik, legalábbis én, ha hallanék egy ilyet, akkor én tök poénként tekintenék rá, hogy jó, hát mondtam egy ilyen hülyeséget, most mm. nyilván száz videóból egybe megtörténhet ilyen, yeah. de hogy szerintem tök De poént. ezek, ezek mindig mókás dolgok, meg, meg, tehát a, a negatív kritika is azért tud mókás lenni, mert nem veszem véresen komolyan. Hát igen önazonossá tudom tenni, imbrészelni tudom, csak így lehet ezzel boldogulni. És ezzel is próbálok példát mutatni azoknak, akik ilyen vérkomolyan veszik a, 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 kritikát, vagy bármilyen véleményt, amivel szembesülnek, és azt gondolják, hogy ezzel csak össze, ö, hogy mondjam, összeveszítem az embereket, meg ettől majd egyébként nem tudom, rombolok valamit velem. Én ezt, ezt, mindig visszalököm, ezt a kritikát, mert úgy érzem, hogy ha csak engem néz valaki, és végignéz egy teljes streamet, hogyha abból azt gondolja, hogy ilyen véres szájú, ilyen Mindenki ellen úszító héter euh, vagyok. Oké, okay, akkor elengedtem. Tehát, hogyha tényleg ez gondolja, de én nem hiszem, hogy ez gyakori élmény. És kicsit amúgy így visszakanyarodnék most a múltba, hogy van valami, amihez neked közöd volt, és mostanra már mainstream lett. Ugye ez az AVS, hát, ha mondhatjuk, szerintem simán hát, mondhatjuk. A Underground körökben biztosan mainstream. Hát azért mondjuk egy Budapest parkban nem lép fel, akárki, aki Jó, mondjuk... Jó, rock, metal zenéről beszélünk. Mindegy. Jó, minden, én, én sem de, tudom, hogy kéne fogalmazni. Metafor. Nem <laughs> tudom, hogy kéne megfogalmazni, de oké, okay. ebben a körben biztosan mainstream. Hát azt, azt biztos, hogy leszögezhetjük, hogy sikeres lett. Abszolút, megismert, népszerű. Ugye ez az AVS zenekar, uh -huh. és te itt voltál ugye a zenekari tag. Nényi Igen. Ilyen alapítás környékén, ha? Hát de... Alapítás után valamennyivel, mert akkor még nagyon fiatalok voltak a, a srácok, talán egy ilyen azt mondja, ezt nem tudom pontosan, hogy hány évre rá. De ez még a kezdeti formációból a basszusgitáros, ment el, aki a helyére én jöttem, és utána volt egy olyan év, amikor én csatlakoztam, amikor a dobos Amerikában volt, tehát nem a Veres Ronnyi volt a dobos, aki most van, illetve volt még egy szint is is akik egy évvel később elmentek, ez a két ember, visszajött Amerikába a dobos, és én maradtam ott még öt évig. Aha, és azt lehet tudni, hogy onnan miért váltál ki? Persze, nagyon egyszerű oka van, kimentem külföldre tanulni. Aha. Tehát én, meg volt nekem az a nagy bejelentésem, hogy ott, ott találkoztunk a próbaterem fölött, nem voltak otthon a dobosunknak a szülei, akiknél régebben próbáltunk Budakeszén, és hát akkor mondtam, hogy srácok, én, én el akarok menni külföldre tanulni, el is fogok, és kilépek a zenekarból, nem, nem fogom ezt folytatni. Még azt hiszem egyréve rá is, amikor hazajöttem, megkérdezték, hogy nem akarok-e visszajönni. De mindig mondtam, hogy egyrészt ez azért sem, mert már fizikailag nem tudok, másrészt meg, hogy elég is volt. Ha. Mert egyébként egy olyan kérdés van így a fejemben, mert nekem is van ilyen zenei uh -huh. karrierem, vagy ha lehet karriernek nevezni, hogy hogy ugye ez a zenekar utólag befutott, amikor uh -huh. már te nem voltál benne, uh -huh. és nem, nincs benned ilyen rossz érzés, vagy nem tudom, én, én nem tudom, hogy hogy tenném magamba rendbe, hogy ott voltam az elején, még viszonylag az elején, és akkor én mondtam nemet, és most, most ott fürdőzhetnék velük a sikerbe <laughs> tulajdonképpen. Ö, az a helyzet, hogy mindez a, a külső látványhoz hozzájárul egyébként az, hogy a valóságban mi történik. Tehát ez a siker ez nem úgy jön, hogy jó, most, oké, okay. nekik volt egy ilyen nagyon erős ö, dolguk ezzel a dalműsorral, ami az egészet intotta. de előtte is az AVS több száz ember előtt koncertezett, nem több ezer előtt, az való igaz. Meg nem volt ekkora országos ismertsége, de hogy én az én időmben is minden hétvégén koncert volt, péntek, szombaton, ha. hétközben több próba. És hogyha te ezt imádod, akkor persze, Ak hogyha én nekem ezen a mindenben zenélnék most egy olyan zenekarban, amit kutyát nem érdekel, akkor fel jogosan, Tenni azt a kérdést, hogy nem sajnálod ezt? De mivel én azóta nem zenélek, és nem is foglalkozom vele aktívan, nagyon hobbi szinten szoktam egyébként. De hogy így mindig mondom, hogy én nem akarok zenélni. Azért, mert én emlékszem arra az élményre, hogy milyen mindig a buszban ülni, milyen emberekkel vesz körbe a sors, miről van a beszélgetés, és milyen hogy mondjam, szellemi szinteken folynak a beszélgetések. Nekem ez a világ, ez annyira nem tetszett, mint amit később másban, mondjuk a videózáson megismertem. Eltávolodtam ettől, és most volt ugye a búcsú koncertje az őrsnek, többször azóta eszemélyt, hogy Úristen, én ezt nagyon nem. Én ezt már nagyon nem élném. Jó, hát ez a közeg, ez tényleg nem, nem a legélhetőbb szerintem sem. Van, tehát... akinek meg ez a minden, és ebben érzi jól magát, és én nem ilyen vagyok, ennyi. Ezt erre rá kellett jönnöm, és rájöttem. Ugye itt már érintettünk pár dolgot, tehát volt a zene, volt a Pokémon. <laughs> volt, ugye van ez a marketing iránt érdeklődés, van a videós, hogy regetek hobbid van, van-e még valami, amit így, amiről nem tudunk, és ilyen hobbid? Hát én szerintem nagyon sok ember van úgy a hobbikkal, hogy felángolások, és akkor ideig, óráig valamit szeretünk, aztán így ott hagyjuk, megvettünk a mindenfajta drága hozzávalót, és akkor így egyszerűen csak így elfelejtjük, mert más elkezd érdekelni. Na, én ezzel már túl vagyok. Tehát, ha valamit eldöntök, hogy nekem ez kell, akkor abba igenis belefektetem az időmet, és, és, nem fogom annyiba hagyni, vagy nem azt, hogy csak szimplán túladok rajta. Hát az egyik ilyen, ami szerintem semmi különöset nem mutat, az a játékok iránti vonzalmam. Alapvetően a csatornámat is mindig ekkoré próbáltam volna építeni, de ez szinte lehetetlen volt, mert nyilván, hogyha ha nem néznek elegen ahhoz, hogy én úgy érezzem, hogy megéri ezt csinálni, akkor nincs elég motiváció. Mi mindig ebben mértem azt, hogy mennyi értelme van videózni, hogy mennyi motivációt érzek magam, hogy a következőt is kihányjam magamból. És hát ez nyilván segített, hogy uh, szeretek videójátékokat játszani, nagyon aktívan követem. Nem titkolom azt se, hogy egyébként ilyen cégnél szívesebben dolgoznék, mint ahol jelenleg, majd a jövőben egyszer. És ez az egyik, a másik pedig nagyon szeretem a Na most ez magyarul. Terepasztalos társas, illetve szerepjátékokat. Szóval van rengeteg figurám, főleg a warhammer szeretem, a fantazi részét, nem a 40 k Külföldön is játsztam, még itthon is, amikor itthon voltam 2017-ben legutoljára, meg most is próbálom újra felfedezni a dolgokat, meg rátalálni. Ez nyilván két része van a hobbinak, az egyik a festés, meg építés, meg felkészítés, a másik része meg, hogy játszol. Ez elég geeki, meg dolog, tehát amikor a stokholmi lakásomban, nem tudom, ott nem mutattam mi kifejezetten kívülről, de, de, volt egy nagy asztal, ami tele volt ilyenekkel, tehát hogy valaki, az nem volt egy punci mágnes lakás. Tehát, hogy az, az abszolút nem, mert a nappaliban volt az egész gamer asztal, meg mindenhol ilyen dolgok, de, de én a mai napig ezt csinálom, meg szeretem csinálni. Meg most elkezdtem a dnd ben is aktívabb lenni, korábban is játszottam már, de mindig csak játékosként, de most végre kiolvastam a szabálykönyvet, és most már tudok mesélni, szóval az is elég jó. De ez inkább a fellángolás. Ezek vég. az ilyen hosszú távú játékok már, mint ja. amit így hosszadalmasan igen, kell igen. játszani. Abszolút, tehát hogy ha órában nézzük, akkor mindenképpen. Jó, mármint nem vagyok képbe így a társjátékokkal, ja. így nagyjából megvan, mert hogy a társaság miatt nem tudtam még ilyenekben De ez mindig úgy van, hogyha találsz, mindenkinek mondom itt, hogyha ha egy olyan ember találsz, aki már össze tud hozni egy, egy csapatod, a, például a Dungeons Dragons-hoz csak papír meg ceruza meg, meg el kell olvasni, mit kell csinálni. Mm. És most pénteken volt az első mesélésem magyarul, öt órát ott voltunk, és a tervezett kalandon felé is jutottunk el, mert annyira sokat beszélgettek, röhögtek. Szóval, hogy nem úgy kell nagyon... Erre gondolni, mint egy ilyen megfeszített nagy koncentrálás, fókuszálás, inkább csak, hogy tényleg elvarázsolódsz így a, a, abban a világban, amiben beleképzed magad. És elég, ha csak a fejedben ott van, hogy éppen mit csinálsz, hol állsz, kivel beszélsz, stb. Ez <laughs> amúgy izgalmasan hangzik. Jó, tudsz nagyon. Lehet, egyszer kipróbálom. Na, és akkor rá is kanyarodhatunk szerintem egy magyar YouTube-ra. <laughs> Ugye ezeken a, az ilyen streameken kívül, ha jól tudom, te nem fogyasztasz nagyon magyar tartalmat, mármint egy saját szórakoztatásodra legalábbis ez jött le így eddig a... De hogy azt, hogy csak nem olyat, amit egyébként néznék a streamekben. Tehát ez, ez, nyilván főleg a politikai, meg mm, akár edukációs dolgok. Tehát én is nézek, tudom, Puzsért, Vona Gábort, Pottyon Diadinát, Telexet, 444-et, 24.hu, de hogy nagyjából ennyiben kiismerül. Ja, hát mondjuk ez szerintem így korból is adódik, mm. mert én, én is hasonlókat fogyasztok, <laughs> ja. tehát hogy nyilván a mainstream videósok már nekem szerintem kiestek, meg nem, neked hát az, is a az korból. Lehetséges, hogy azért, mert nem mi vagyunk a célközönségük, de, de egyébként is hát ö, százszor szélesebb, jobb minőségi paletta van külföldön ezekből a vlogokból. Tehát ha tényleg arra vágysz, hogy valaki bemutassa a horváth tengerpartot, akkor nem a török áberre leszek kíváncsi, mert tudod, hogy ő nem tudja azt, azt úgy bemutatni, hogy egyrészt fenntartsa a figyelmet, szépen vegye föl, érdekes legyen, meg egyébként csak érdeke, hogy mit mond. Mert Pont a személyiség is kell hozzá, hogy érdekeljen, amit mond. Pont most csináltam amúgy egy ilyen tutoriát a törökábelnek. Még nem mertem kirakni, de hogy benne vannak, hogy mitől lehet izgalmas egy a. vlog, vagy hogy lehet a. jól megcsinálni na, egy vlogot. Úgy, hogy... na, na, akkor ajánlom, majd küld el szerintem Hát, hát, de nem hiszem, hogy amúgy megnézné, vagy, vagy érdekelné, de, is 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 de, hiszem, hogy de így direkt úgy csináltam, hogy ha más megnézi, akkor ő is tudjon belőle építkezni. De ez is érdekes, nem, hogy most például látjuk, hogy elnyitott egy új sorozatot, itt most a példánál maradva, ez egy napi vlog sorozat, 45 napig, ami kín van külföldön, és sokan nézik, pedig nem jó. Mm, amúgy én azt mondtam, hogy csökkent. Tehát, hogy volt egy hirtelen. Ő, mindegyik videóra spicit. vár egy hetet. Tehát úgy, úgy, úgy nézd a számokat, hogy jó, persze, ja. most kevesebb, mint az első, a mostani, mint az első, vagy a két nap előtti, de, de ezért többen nézik, mint a kevésbé na hogy mondjam ezt a korábbi, van, van, sok korábbi videó, amit no. kevesebben láttak, mint ezeket. Na majd erre úgyis rá fogunk kanyarodni, de szerintem először érintsünk, a, azt, hogy te mindig ugye próbálsz olyan videókat nézni, amiben van valami szponzoráció, ugye? Igen, igen, ez a legérdekesebb része számomra. És hogy vannak itt ilyen fura szponzorációk a <laughs> magyar piacon, gondolom neveket mondhatunk, vagyis hát Abszolút. nyilván. Itt például volt, azt hiszem neked volt, ez veled kapcsolatos, ez a Nintendo story, ha jól tudom? Igen, hú. Hát uh, erről a sztoriról én se tudok mindent, de az biztos, hogy itt a korábban a Pokémon vonal elindultunk, aztán erre nem tértünk erre a részére, de én évekig ezzel a franchise-al foglalkoztam, exkluzívan ebből a úgymond szériába, sorozatból, játékvilágból csináltam tartalmat, igen jó eléréssel, legalábbis az magyar viszonyok mentén nem volt senki olyan, aki csinált volna rajtam kívül, és ennyien nézték volna. És hát az volt az én egyik legnagyobb problémám, hogy a minőséget nem tudtam javítani, mert akkoriban a legkésőbbi három, Pokémon játék 3 d konzolon volt, amit úgy kell elképzelni, hogy ez egy kézi konzol, amit nem lehet felvenni egy sima Kábellel, mondjuk a számítógépben nincs rajta ö, olyan kimenet, de lehet moddolni, ö, és Magyarországon két moddolt konzol létezett, az egyik, nem mind a kettő a Nintendo tulajdona, az egyiket ö, általában maguknál tartották, a másikat pedig influencernek adták oda. De egyébként ezt nem lehet így házilag. Valahogy de, 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 de. megoldani? Tudom én, száz valamennyi ezer forintért, kiküldheted Németországba, ha. vász válsz két-három hónapot, és akkor visszaküldik meg neked. Én ezt Tajvamból hogy csináljam meg? E, igen. Két Csit... helye volt a világon, az egyik Amerika, másik uh, Németország, de mind a kettőre volt pozitív, negatív vélemény, volt, aki visszakapta és nem működött. Ja, és ugye a saját konzodat el kell küldeni, vagy vet, vet, veszel egyet. Tehát még ha mondjuk ezt bekockáztattad volna, se biztos, Nem biztos, hogy, hogy úgy, úgy, működik, Aha. vagy, vagy tényleg azt tudom vele nyújtani. És uh, hozzá kell tenni, hogy az én konzolom az egy amerikai 3 ds volt, és az régió lokkos az összes 3 ds Tehát Ázsiába veszed meg, nem fut benne ugyanaz a játék, mint amit Amerikába vettél, Európába ugyanúgy egy másik régió. Aha. Nem fut, ha én itt, itt veszek a konzolvilágban egy játékot, nem tudom elindítani az én 3 d Szóval, és nyilván azt a szép kéne folytatnom, hogyha egy 60 részes végigjátszást csinálok, ami végigjátszásonként egy órás, szóval, hogy... És akkor az volt az én kérésem, hogy hogy hat használjam azt, ami, hogyha már ez Pokémonra van kb, mert a magyar Nintendo az nem tudom mi másból él meg, persze vannak más játékok is, de hogy ez mindig a legnagyobb ilyen ö, hírértékű dolog, amit a streamereknek is úgymond kötelességük játszani, követni, ez még a Switch előtti korszak. És hát nem sose voltak rólam pozitív véleményen. Amikor egyszer eljutottam a központig, vagy a legalábbis az európai központig, akkor azt mondták, hogy mivel emulátorok a játszók, ők nem állnak szóba velem. Pont. És akkor onnan én tovább soha nem jutottam. Aztán később tudtam meg ezt a fekete lista dolgot, hogy mivel én, akik meghallották, hogy én pályázom egy 3 d re ami moddolva van, azt gondolták, hogy én valakinek a helyét akarom elvenni, Aha. és ki akarom túrni a bizniszből, és ezért ők úgy döntöttek, hogy ha, ha itt. Én, az a baj, ez mind olyan, hogy én nem vagyok ebben századikig biztos, hogy a szereplők pontosan kicsodák, de ezt hallottuk mástól, aki megismeri ezt a kört, hogy velem ne dolgozzon senki. És amikor már évek óta csinálod ezt, és tényleg látod, hogy az emberek napi szinten írnak rá, hogy mit vegyenek. És, és nagyon sokan képet kaptam, hogy mennyi pénzt elköltöttek emberek erre a franchise-ra, vagy ezekre a játékokra, mert egyszerűen tetszett neki. Vagy amikor elmentem élő közönség találkozóra, és lát, mondták, hogy kifagyott a boltból. A, az, a, az, a, az a kártya, vagy nem tudom, a, a Pokémonos részek, vagy pár már a több száz font elköltöttek, 50-60 gyerek. Mert ez annyira tetszett nekik, és senki más nem csinálta. Én azért sem kaptam egy fillér se hogy ott voltam. De hogy ez senki nem, ennek senki nem, ez senki nem karolta fel, úgymond, és senki nem adott mögé semmit, és akkor úgy döntöttem, hogy jó, én ebben nem fog beleölni ennyi időt, mert egyszerűen bánt, hogy én olyan emberek ma már hajtom a vizet, akik engem kitagadnak, kiutálnak, akármit gondolnak rám. Szóval egyszerűen morálisan zavart, hogy én ezt csinálom, és közben nekik jó, nekem meg ez tökre ilyen. Nem hálás feladat. Hát meg tulajdonképpen elvágták a szint lépéseket. Meg az a, a másik, a, hogy, az opcióján, hogy nem, tudok, tehát... ú, nem tudok új dolgokat megtapasztalni, kapcsolatokat építeni, és bennem. Szint, én most bárki mondhatja, hogy milyen szándék vezérel, de tényleg. A mai nap akkor már tudnánk, nem? Ha én azóta, mit taj, Fortnite streamer lennék, és minden videómba ezt meg a szponzorálnám, de nem ez történt. Hát igen. <laughs> és van, van itt még egy olyan szponzoráció, amit így ehhez tudnék kötni például a kis volt egy ilyen laptop tesztje, ami kb. 3000 embert érhetette, legalábbis legutóbb, mikor utána néztem, akkor ennyi volt. Ez a Surface, Microsoft Surface book? Vagy... Azt hiszem, igen. Uh -huh. És ugye nagyon kevés ember nézte meg, tehát ez is utalás arra, hogy ez egy nagyon ilyen belterjes világ, hogy egy ilyen kör bezárul, és akkor... És itt felmerül a kérdésem úgy, hogy vajon lehetségesen e mondjuk bejutni ebbe a körbe? Tehát mondjuk a te esetedbe is, ha Tegyük fel ide-oda, barátkozol, ügyeskedsz, akkor valószínű, mondjuk be tudtál volna ide kerülni, szerinted? De mondom, ez a különbség ezek között, az emberek között és köztem, hogy én nem akarok ebből megélni. Hát Engem ott én, nyilván, a tapasztalat szerzés érdekel, nem az, hogy velem dolgozzon a Microsoft, vagy akárki. Ö, be lehet-e kerülni? Csak, hogy általánosságban be lehet-e vajon még? Hát figyelj, hogyha valaki ö, 3000 megtekintéssel, el tud egy több százer forintos laptopot bugázni barterezni, akkor biztos, hogy lehet de nyilván az a kérdés hogy ezek mennyi ideje vannak beágyazva mi is a podcastunkban próbálunk mindig ezekről beszélgetni a tettesekkel most legutóbb így a videójáték Zsoltit kaptuk el meg a, meg a Daevet, szerintem egyértelműen tetten élető, hogy ezek a belső ö, körök, ez az egész hálózat ez, ez él és mozog és virul és azoknak van lepasszolva a akik haverok, attól függetlenül, egyébként milyen teljesítmény van mögötte, vagy hány embert érdekel. Persze, azért valami látszata kell, hogy legyen, legalább a sok feliratkozó, vagy legalább egy bizonyos számú élő, állandó nézőszám. Most valaki azt mondja, hogy Magyarországon 200 néző a Twitch-en, az, az jó. Én azt mondom, hogy rendben van, de attól függ, hogy mekkora céggel dolgozó. Mert, hogyha rádír, mondjuk a tudom én, mondjuk a Raid Shadow Legends, mert néznek 300-an én azt megértem. De az, hogy a, mondjuk a Sony veled dolgozzon, hogy ennyien néznek, vagy a Microsoft. Szóval igen, persze fel, felmerülnek kérdés, Én mindig kritikusan állok hozzá, magamhoz is, de itt, itt főleg azt érzem, hogy, hogy én bennem ez nem sok szimpátiát vált ki. Nem. te hát egyébként én is úgy vagyok, hogy szerintem bekerülni amúgy be lehet, csak a kérdés az ár, hogy milyen áron kerül. Hát, meg hogy... az, hogy morálisan ezt, te hogy, hogy tudod elszámolni. Egyébként minél, én úgy gondolom, én ezt ilyennek gondolom, hogy minél értelmesebb tartalmat csinálsz, és azzal érsz, hogy annál kritikusabbak a nézőid is. Annál kevesebb ilyet engedhetsz meg magadnak, úgyhogy ne fáklyákkal menjenek neked. Hát mondjuk engem még nem keresnek meg, szóval még nem hmm. tudok erről beszámolni, mert én is próbálok értelmes tartalmat gyártani. Hát mondjuk. az a jó van nehezebb. Hát nem, nem, is nézi annyi ember, mint mondjuk egy Minecraft videót, tehát nyilván. Hát nem csak abból kell feltétlenül kiindulni, mert hogy mondjam, minden tartalomnak teljesen jogos kritikája van. Minden, tehát, hogyha te megkérdezed mondjuk a, egy átlag János Igergő nézőt, hogy a te videód miért nem érdekes neki, hogy miért nem kattint rá, a, a, abból is tudsz tanulni amúgy. Tehát, hogy mondjuk, hát. mert azt mondja, hogy hát én nem tudom, miről beszélsz. Vagy nekem ez egy nem értem. És akkor lehet, hogy ó, oké. Okay. Hogyha én szeretnék ilyen irányba is nyitni, akkor valószínűleg egy kicsit le kell egyszerűsítenem. Akarom leegyszerűsíteni a tartalmat? Le nem, nem akarom. Akkor nem fogod. Kész. Hát igen. Na <síns> és még visszakagyarodva itt a szponzorációkra, főleg Abel-nél figyeltem meg, de biztos, hogy több embernél is van ez a jelenség, sőt száz százalék. Hogy egyszer jön egy mondjuk egy laptop szponzoráció egy márkától, utána jön mondjuk egy TV, aztán jön egy füles, aztán megint egy a másik márkától egy laptop, hogy felmerült bennem a kérdés, hogy ilyenkor, amikor mondjuk elmondja az egyik laptopról, hogy jól fut rajta az Excel, meg el tudod vinni megbeszélésre, hogy ilyenkor vajon a, a szponzor az megnézi. Tehát, hogy ez, ez, az egyik kérdés, ami felmerül bennem, hogy látják-e, hmm. hogy, hogy jóvá hagyják-e, hogy oké, okay, ez tök jó lett, ez kimehet, plusz az, az, a kérdés még, ami így bennem van, hogy egyik héten ez a márka, két hét múlva ez a márka, és amúgy ő egy C márkát, egy harmadikat használ, ami szóba se állna vele soha. Mirágos. És hogy itt nem, tehát ez egyik, mit tudom én, tegyük fel, ott vagyok az észernek a marketinges, és nem nézek rá mondjuk, hogy jó, ez tök jó, de két hete még tök más laptopot reklámozott, és hogy most odaadjuk neki ezt, és most ezen a héten meg erről fogja azt mondani, hogy ez a legjobb. <coughs> ez tényleg nagyon komplex dolog, és nehéz is elmagyarázni, mert rengeteg eleme teljesen helyzet függő. Tehát az, hogy például egy cég az hogyan hozza létre a kampányait, vagy az együttműködéseit, az tökre változhat a a cégtől, tehát hogy attól függhet. Például van egy olyan leosztás, hogy régiós ö, megrendelés, kutya nem ismeri azt, ki az a török még azt a céget se, aki, akin keresztül a török ábe dolgozik, de hogy neki kell három videó most. Ennyi. Ez a fontos, akkor, valaki csinálja meg, megtalálja a kapcsolattartót, és akkor kész, le van, ki van pipálva, checklist. Van a másik verzió, amikor lokálisan van egy tehetséges csapat, fiatal marketingesek, buzgók, érdeklődők, mert azért látni értelmes kampányokat, és látni, amikor van egy célja, és el is éri a célját a kampány. Ez mondjuk nem olyan jellemző a Youtube-on, Instán jobban, jobban látni ilyet, amikor tök jól, tök jól ráérezik, arra, ráérez arra a cég, hogy a célközönsége ugyanaz, mint az influencernek a követői, és mondjuk adnak egy 30-40 százalékos kupont egy adott termékre, és két sztoriból eladnak 20 ezeret. Simán. És szóval ilyeneket is lehet látni. Az, amit most említettél így az AB kapcsán, ez, ez kívülről sokkal, sokkal szarabul néz ki, mint belőről. Belülről ez úgy néz ki, hogy a POSZFORENT kap megkereséseket, mert ők folyamatosan hirdetik az influencereiket. És abból So sokféle verziója van ennek, hogy, hogy hogy miért pont az ábel kapja, az is lehet, hogy őt választotta a, a szponzor, az is lehet, hogy őt ajánlották, és elfogadták. Jó, legyen ez, szimpatikus a csávó. Mert nyilván, hogyha felmész a weboldalra, meg megnézed az instagram akkor van egy ilyen arcudata, és hogy a legtöbb cég az csak ennyit tud az influencer, nem fogja elkezdeni nézni hát, a videót. Számot Igen, meg statisztikákat lát, ami Ábelnél elfogadható. És uh, igazából ártatlan ez az egész dolog, ha, ha azt nézzük, hogy most nagy kár nem történik, bár az értékromlás, az értékvesztés az egyértelmű, mert hát amikor ezeket a folyamatában látod, akkor ezt az agyad nem fogadja el jónak, mert hát teljesen hiteltelen, és nem olyan azonos, amit csinál. De a cégek tekintetében, akik egy-egy ilyenért odaadnak fél millió forintot, azoknak meg jó, az állba meg bevállalja, mert ebből komoly eb bevétele van. Ebből él, tehát nyilván neki ez hmm, be kell. Ezt nem tudjuk, vagy nem tudom, hogy tudjuk-e hogy csak ebből éle, vagy esetleg a tudom, iskolába kap ösztöndíjat a szüleit, de, ez meg az, de hogy ez egy fontos bevételi forrás, az, az szerintem látszik. Viszont egy valamit még a végére hagytam, ami volt ugyanígy nála, ez a film, filmintézetes, vagy viszont, milyen... Ez egy katasztrófa ez a vonal, de beszéljünk Igen, róla. És, és ott viszont egy, együtt, egy hosszabb távú együttműködés volt, tehát ott nem csak egy videó volt, ott volt kettő-három, vagy az valószínűleg. Erre ilyen... semmi mentséget nem találok én sem. Tehát ez a tökéletes félreértés következménye lehet az, hogy de rendben van, hogy valaki azt gondolja magáról, hogy ő filmrendező szeretne lenni, de hogy így igen, mert azt még, hogy bemutat egy laptopot, azt még megértem, oké, okay, bemutatta. De a úgy Magyar egy... Filmintézet miért pont őt választanak Igen, Igen, egy de hogy egy filmintéz, annyi tehetséges ember van. Most voltam úgy egy videóban, amiben fel is soroltam ezeket az embereket, hogy ide is, ide mm. is, ide is lehetett volna ki ezerszer jobban. Most például a Bobinak az új videójában mm. is százszor jobban be van mutatva. Ja. És szerintem százszor több energia, meg idő, meg munka van benne. És, és hogy ez nekem így nem jött át, hogy egy olyan szponzoráció, aminek a kinézet az egyik alap lényege. Tehát a filmeknél ugye a hmm. maga az egész film legyen szép, ugye ez szerintem ilyen elvárás, és hogy a videók meg nem ezek. Na, no, hát az, az. Figyelj, én, én nyilván ez egy nagy üzleti titok, nem fő sosem megtudni, hogy Ábel az pontosan miért lett erre kiválasztva, mint legjobb ö, alany erre a célra. Ö... Én ezeket a videókat nagyon élveztem, mert, mert már kívülről láttam, hogy ez borzasztóan kínos lesz mindenkinek, aki ezt végig szenvedi. És hát ez így is volt. Szóval hát. én az ilyeneknek néha jobban ülök, nyilván ez a káreröm része, mint amikor Álve, csinálj jó videót. Hát én ezzel nem tudok mit kezdeni. Azt nem tudom úgy kritizálni, azt nem tudom úgy véleményezni, mert nem kínos. Neki az jó, nekem az nem annyira jó. fordított, De hogy érted, én, igen, minél, igen. én minél kevésbé érzem jól magam, annál jobb úgymond szerintem a Youtube. M mert hogyha én mindent jól találok, akkor lehetséges, hogy egyébként, mivel nincs mibe belekötni, úgymond, részemről a magyar Youtube egy élvezhetőbb, jobb hely. De hogy Ábelmér, hogy meg a, ugye, az egész triót szerintem lehet egy lapon említeni, ők most nagyon jól futó influencerek, nagyon aktívak, elképesztően sok helyen csinálnak tartalmat, és nagyon-nagyon jól funkcionál hirdető felületként. Szerintem egyébként kifejezetten erre jók. Én a amit tegnap is mondtam ennél a szakdolgozatnál, amiben segítettem, hogy ott nagyon végmentünk ezekkel, hogy milyen kampányok vannak, hogy vannak felépítve, hány verziója van. Szóval az ábelék szerintem az a Vernesre jók, ez az első szintű kampány, amikor teljesen vakon lősz és próbálsz úgymond rávilágítani a dolgokra. Nagyjából úgy egyenértékű egy kültéri hirdetés egy ilyen out of home plakáttal ez, ez a jelleg, mert hogy van, amikor Ábel kitesz egy linket, de nincs mellé rendelve egy, egy kedvezmény, valami tudod, kupon, vagy ehhez hasonló dolog, tehát nem érzek Nem az impulzív vásárlásra akar elvenni Ábel, hanem csak, csak ez hogy a, a erről. Ennyi. És ez a leglágyabb marketing, ez a leggyengébb push marketing, szerintem ennek nincs konkrétan értelme. Így, így ahogy ők csinálják. Viszont van még egy, de gondolom, akkor ez is ide sorolható. Azt hiszem a Harrynek volt valamilyen Tesla bemutató szponzorációja, legalábbis az jött le, hogy ilyen szponzoráció. Nem volt, azt szerintem. Hmm. Mindegy, ott, ott is egy, egy, nem releváns célközönségnek akartunk valamit bemutatni. Ezt nem, nem hiszem, hogy a Harry nézői Teslát fognak venni, vagy tehát nekem az fura volt, hogy úgy jött le egyébként, mint egy szponzoráció. Lehet, hogy nem az volt, mert nem is a Tesla uh -huh. volt, hanem valami más autós cég. Ez az volt, amikor á, ö, sokat utaztak, autóztak vele? Amikor így bemutatta, szerintem abban volt a, feature -ek, a, future, -ek, a future, -ek, igen. future ek igen. Szerintem az a videó volt, amiben egy nagyon bemutatta. Bár, bár lehet, hogy én látom ezt bele, a és lehet, semmilyen nem vett, volt, csak vagánkodott. Igen. 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 Igen, előfordulhat. Nem tudom, hogy az annak mi a háttere. Hát a Harrynél szerintem a legizgalmasabb dolog az az, hogy mennyire szerelmes magába. Tehát ez a fajta ilyen narcizmus, ez máshelyen ennyire nem tett a Magyar Youtube-on. Szerintem ez, amikor látod, hogy minden videó tele van olyan slow-mo birolokkal amikor csak így megfordul szép lassan, és így... igen de ez külföldről jön. Én tudom, hogy melyik sokat Kompizzák is ja. stílusilag, meg mindenbe, és ez. De hogy ez csak ott, ott más, valahogy. E nem. Mögött semmi irónia nincs, semmi humor, semmi szellemiség. A, abszolút csak arra megy rá, hogy ez a külsőséggel, így, úgymond lehengerelje, a, gondolom én legfőképp női nézőit, ö, számomra végtelenül kínos, és, és abszolút, <laughs> tehát egy bosolyra fakasztja a, a számat, mert látom, hogy egyébként mögötte semmi nincs. Nagyon kicsi <laughs> dolog van, és ez egyébként a Tök jó, hogy még mindig nem hallgattam meg egyetlen triópodcastot podcastot se. Wow. Most tervezem, most megyek... A vendégeseket meghallgattam. Jaj. Na, ott, 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 ott nem beszélnek semmit, szóval inkább olyat kell, amit csak hárman vannak. De most tervezem, most megyünk barátnőmmel Prágába a jövő hét után, és akkor az úton majd egy-két triót elnyomok. Akkor már releváns vagy, hogy mondjam, tudok értekezni erre a témáról is. Addig nem merek. Na és így, ha már itt a mainstream videósokban nagyon nyakig benne vagyunk, én azt vettem észre, ugye így a streamek kapcsán is meg, ahogy figyelem a, ezeket a videósokat, hogy ezek, akiknek van ilyen két, három, négy, öt, akárhány százezer feliratkozójuk, uh -huh. a többség, mert vannak amúgy üdítő kivételek, de a többség az ki van égve. Legalábbis jobb szót nem tudok rámondani, tehát hogy így abszolút már mondjuk egy ilyen pénzkereseti lehetőség, és már nem akarnak megújulni, mert vannak jó példák, például egy pamkutya, akik folyamatosan próbálják Hát de ritkán megugrami. van tartalom ahhoz képest. Nyilván el, ezért is... A... Alak... mostanában szoktak, de... De az nem, az nem megterhelő, hogy gémelnek. Hát igen, de próbálkoznak. Tehát ott valami jele van annak, hogy próbálkoznak újat csinálni. A Youtube-on most például néztük, el, vagy néztem tegnap, trakták ki a Csernobilos Videójuk első részét? Szerintem a napokban igen. Na, szóval hogy az volt a véleményem, végignéztük, ez egy majdnem 20 perces videó, eszméletlenül izgalmas, fenntartja a figyelmet, ilyennek kell a vlognak, egy dolog hiányzott, személyiség. De csak ennyi. De enélkül is működik a pankutya, én úgy érzem. Elég az, hogy ők átlagosak, és semmit nem kell, a tartalmat annyira, hogy mondjam, jól tudják összerakni, meg még a vágások is nagyon faszák voltak. Egy dologra felhívom a figyelmet, hogyha nem láttad, akkor most így lehet érdekes lesz, ha majd nézed a videót. Voltak archív felvételek, amiket felhasználtak még az atomkatasztrófejlődő Pripyatból, és azokat úgy vágták össze az ő filmjükkel, hogy pont ott ért véget. Például mondjuk képzeld egy ilyen cirkuszi zenét, Aha. és akkor mennek a dodgyemek, és amikor van a vágás, akkor megáll a zene, de egy szépen halkul, és látod az, hogy hogy van mai modellvalóságban rozsdásan kiáll belőle a fű, mit tudom én. És Aha. ezt a csomószor berakták. És ez, csak, hogy mondjam, kb. lehet fel se tűnik egy csomó embernek, de aki így fogékonyabb így a művészetekre, vagy így a filmekre, akkor ezt így értékeli. Hogy van egy ilyen kis extra hozzáadott valami, ettől így, hogy mondjam, sokkal különlegesebb lesz a, ez, a, ez a tartalom, de az, hogy ők tehát ők nem poénkodnak közben, meg még semmi nagy mo mondásuk nincs, viszont olyan, mintha én is ott lennék velük. Szóval ilyen szempontból ők jók. Ők nem hiszem, hogy könnyen ki tudnak égni, mert van pénzük is, meg lehetőségük is olyan tartalmakat csinálni, ami őket érdekli bármi. Egy Alex Csigér vagy János Igergő, ő neki nem biztos, hogy menne, hogyha egy óriásit váltana. Nem. Mert nem biztos annyian nézni. És akkor ő hogy élni ezt meg? Hát akkor mit fog csinálni, ha már fele annyit keresek a YouTube-ból? Viszont itt ugye a pankutyáig azok az üdítő kivételek voltak, de ha megnézzünk mondjuk egy, most mondhatnék egy, fú, mondjuk egy Benipovát, vagy egy Ineszt, uh. vagy. A Benitus. Vagy ezeket az embereket, akikkel amúgy valószínű a való életben nincs semmi gond, tehát hogy ugyanúgy jó fejemberek, meg minden, én például az Inezzel már. Jó for... fejemberek. Jó, bocs, folytasd. Ez, hogy... ez, ez olyan, hogy tudod, ez, ezt arra mondod, aki, akiről így, hogy mondjam, feltételezett, hogy nincs vele nagy gáz, de hogy teljesen lényegtelen, hogy milyen a magánjátéban. Jó, csak így azt akartam, hogy tehát, hogy a tartalmuk éget ki, azzal van probléma, nem a magukkal az emberekkel. Nem tudjuk. Lehetséges, hogy totál depressziós és alkoholista mindkettő. Hát. Tehát, hogy honnan tudnánk, mi a videóikat nézzük, ha nézzük, igen, viszont ők nagyjából még gyártják ugye a tartalmat. Ja, Mondjuk lehet egyre kevesebben nézik, meg egyre rendszertelenebbek, de hogy szerinted ezek a szekerek, amik még így vannak, meddig mehetnek? Tehát, hogy mikor jön el majd az a pillanat, amikor azt mondják a, tegyük fel, van nézzük, hogy oké, ez így unalmas, és ezt nem nézem tovább, vagy leiratkozok, vagy... Hát ez az egyik része ennek a tartalmak, ez a természetes úgymond leépülés, hogy egyszer lemorzsolódnak az aktív nézők, a másik pedig az, hogyha Benipován Pová mögül eltűnnek a szponzorok, mert máshova tennék már a pénzüket. Ez, ez nagyon befolyásolja a magyar sajátossága a rendszernek, hogy itt van azért, hát sajnos úgy működik, mint a, mint a kormányzat, vagy a nem is tudom, mindenki tudja, hogy milyenek a magyar viszonyok, hogyha van egy jól működő szövetség, akkor azt megtartjuk, attól függetlenül is, hogy egyébként nem nyereséges. Szintén azért, mert a pénz fölülről jön, és mi majd azt elosztjuk. Tudjuk, hogy Benny megkapja a munkát. Lehet, hogy a Benny mellett van három ember, aki sokkal jobb erre, de őt ismerjük. Ő lehozza, megcsinálja, tutira. annyira bebetonozódtak? Vagy nem ez a szempont, hogy hányan nézik meg tényleg, hanem hogy legyen egy ilyen tartalom, amit ki lehet rakni, vagy el lehet küldeni e-mailben a főnökségnek, hogy influencer. Tehát azon, hogy egy, 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 nagy multinál dolgozó, ott a vezérlőpult mögött, és ott látod, hogy hány ilyen tartom készül egy nap, hogy hány fotó, minden, le kell nézni, Az, hogy itt Magyarországon egy ilyen nagy cég itt-ott szponzorációt csinál, te nyilván nézőként sérelmeznéd, hogy ezt miért így követték el, de nagy számok, vagy talán madártávlatból ez nem tűnik fel annyira. Hogy ezt most csak 50 ezeren nézték meg, pedig az előző videója 100 ezeren. De akkor már a szponzor előtte a pénzt. Tehát hát a lényeg, persze. hogy ez a, ez a rizikó, ugye ezt ROI-nak hívják, ez a Return of Investmentnek, hogy a marketinges eldöntse, hogy ebből lehet-e annyi elérést csinálni, hogyha ez a videós ezzel foglalkozik, erről beszél? Sokszor nem, és ezért van az, hogy egyébként egy rohadt támnére kattintasz rá, meg a cím is teljes mértékben félrevezető, és a tartalom egyébként meg ugye egy ilyen nagyon lusta, mondjam, abszolút energiabefektetéstől mentes, gyenge vlog. De ott van a szponzor. Egyébként ezt megfigyeltem így külföldi videósoknál, akiket így én is nézek, mm. mondjuk fotó, videó, vagy ilyesmi témában, hogy elindultak egy olyan irányba, nagyobb youtuberek is, tehát az ilyen millió feliratkozósok, Aha. hogy egyre kevesebb energiát raktak a videókba. Tehát ha megnézzünk mondjuk egy Peter McKinnont, vagy mm. egy bármelyik ilyen, ilyen filmekkel foglalkozó, és már nagyon befutott, vagy filmes vonalla vagy fotózása vagy ilyesmivel foglalkozót, voltak régebben ilyen tutoriálok, és szépen lassan már van olyan videós, akinél teljesen átalakult, és ha kap valami terméket, mondjuk egy drónt, akkor van egy 15 perces videó, amiben három percben beszél a drónról, a maradékban elviszi a kislányát fagyizni, mesél arról, hogy mit tudom én, volt egy mandula műtéte, vagy akármi szóval hogy így. Egyre kev, tehát kevesebb, én úgy gondolom, hogy sokkal kevesebb energiát kell befektetni egy ilyen vlogba, mint mondjuk egy tutoriált elmagyarázni, és ott írni Bilágos. egy scriptet, hogy mi hogy lesz, felvenni hozzá a, a snitteket, meg stb. És hogy erre indult el ez az egész, és ja, igen, és arra akartam kiukadni, hogy vajon, hogyha tegyük fel mondjuk mi hirtelen, mainstream videósokkal válnánk, vajon mi is elindulnánk -e ezen az úton, ahogy a magyar youtuberek között is látjuk, ugye, amit az előbb mondtam, hogy egyre kevesebb, egyre ilyen gyengébb videókat raknak ki, és külföldön is látni ezt a tendenciát a nagy youtubereknél, és hogy vajon, ha mi oda kerülnénk, akkor mi is elmennénk -e ebbe az irányba, illetve még felmerült bennem például most a Hári legújabb videója kapcsán, hogy nem akarok csúnyán fogalmazni, de hogy neki mindig, ha van valami barátnője, akkor az kap valamilyen videósorozatot. Uh -huh. És hogy ez lesz a csúnya fogalmazás, de hogy itt tulajdonképpen kiárusítja a kapcsolatát. használja minden eszközt. Hát jó, itt szebben, az Itt szebben eszközt. fogalmazunk. Igen. Igen. De hogy vajon, ha mi ott lennénk, akkor mi is bele ragadnánk ebbe, vagy bele ebbe? Hát, figyelj, én azt gondolom, hogy ha mi mainstream videósok lennénk, ö, a, a, a azon is múlva dolog, hogy egyrészt milyen tartalmat gyártunk, és mennyire szeretnénk változni a tartalom mellett, mert én nagyon tisztelem például János ígérgő, az, hogy minden este hatkor van videó, de hogy ezeknek a 90%-a gameplay, amiben úgy, úgymond, hogy jól érzem magát, lehet, hogy már rühelli az egészet és gyűlöli, de akkor is fel fogja tenni a, a, a videót, hogy hatkor kimenjen. És van a másik része, aki meg össze-vissza néha csinál videót, néha nem. Ilyen például Radis Peti. Nagyon rapszódikus. Persze vannak olyan motivumok, amik visszaköszönnek, akár szinkronparódia, de hogy ott is folyamatosan változik a front, és ezért így tudja magát úgymond életben tartani. másik ilyen érdekes példa az közvetlen a bandival kapcsolatos, neki nagyon nehéz konzisztensnek maradnia. Talán a leg, nem a legnehezebb, de akit én láttam, és mondjuk így közeli barátom, akint tapasztalom, hogy ő neki eszmetlen nehéz az, hogy mondjuk valamit folyamatosan csináljon, mert annyira mindig valami más impulzus szeretne, és egyszerűen magával ragadják ezek a dolgok. És nehéz neki munkaként tekinteni arra, hogy most akkor Feltárom ezt, kijedzetelem, megcsinálom a vágóképeket, mindent megoldok, és akkor kész a videó 20 óra. Szóval, van akinek ez könnyebben megy, van akinek nem. Szerintem van, aki mainstream videósként is képes változni, és új dolgokat megtapasztalni, és látszódik rajta, hogy érdekli, amit csinál, és van, aki meg ebbe lefásul, úgy, úgy, úgy tekint rá, mint egy munkára, egy bevételi forrásra, és az a kis effort, amit beleteszek, az pont elég. Az a minimum befektetett energia, az pont elég lesz arra, mert mindig elég volt. Hm. Tehát nyilván, nyilván függő, hm. de, de azért így durva látni, hogy ez nem csak Magyarországon van így ez az ilyen kiégés, hanem tényleg jó és tényleg minőségi youtubereknél hát is. mondjuk akit te példaként említettél, az mondjuk ö, olyan körökben dolgozik, ahol szinte végtelen tartalmat lehet csinálni, mert de hogy mindegyikhez kell azért munka. Tehát, hogy, hogy felkészüljön a tutoriára, vagy tudja, hogy miről lesz egyáltalán valami újat tudja mutatni, mert azért elég sok csatorna csinál. Jó, ny nyilván az is benne van, hogy egy Premiere Pro véges, tehát hmm. ott elfogynak a hmm. dolgok. De szerintem meg pont hogy, pont, hogy nem jó. A funkciók tekintetében egy After Effects is unalmas, bár nem. Szerintem azt is évekig lehet Amúgy magyarázni. Szerint, szerintem is egy Photoshopban sem lehet a végéig elmenni. Persze, menni. mert kitalálsz egy új módszert, vagy egyszerűen csak egy új kihívást találsz ki magadnak, amit meg kell oldanod. Tehát, hogy igazából inkább a másik része az, hogy hanyagság. Nincs időm, nincs kedvem, nem ezt akarom most éppen, a, nem, ezt, nem ez akarom. Én azért nem csinálok videókat. Nem ez alkalom napot eltölteni. Ha valaki azt mondja, hogy bána, én megvágom a videóidat, mit tudom ennyi pénzért, vagy megbeszéljük, és pont nekem az, hogy oké, okay, és ez egy olyan ember, aki képes rá, akkor én videózni. De mivel nincs nekem 15-20 órá ezekre, ezért nem. Mondjuk így visszatérve a rendszerességre egyébként, hogyha tényleg olyan tartalmat csinálsz, aminek napra késznek kell lennie, történik valami, mint amit a Radics Peti is csinál, hogy történik egy balhé, és akkor ő arra rögtön mm -hmm. reagál. Szerintem az nagyon, nagyon hardcore, nagyon nehéz, és azt tartani sok-sok éven keresztül. Tehát így bannira is visszatérve, hogy lehetne mondjuk olyat csinálni, hogy én például úgy tartom a rendszerességet, hogy vannak előre felvett videók, amik az elkövetkező fél évben bármikor kimehetnek. Mm -hmm. És akkor, ha tegyük fel, mondjuk annyi munkám van egész héten, hogy nincs idő, akkor előre időzítem. Csak amúgy nagyon nehéz így előre időzíteni. De, de bármit. úgy tűnik nagyon lelkismeretes, hogy annak ellenére, hogy egyébként nem kapsz olyan óriási visszacsatolást minden alkalommal, hanem neked is van olyan, ami kevésbé van, ami jobban működik. Hát, igen. Ja. De hát ez az elején, ez így van, tehát csináltam blogot is, azt is egy évig senki nem olvassa. Hmm. Ah, csinálnod kell minden héten kirakni 3-4 cikket ahhoz, hogy egy idő után a Google azt mondja, hogy oké, okay, te jó vagy, és akkor majd elkezdünk ajánlani. De én nem hiszem, amikor beszéltünk erről nekem, azt mondtad, hogy hogy szeretnéd ezt az irányt csinálni, de lehet, hogy lesz az a pont, amikor döntesz, hogy valami tök más fogsz elkezdeni. Igen, meg te is mondtad, hogy... Hogyha úgy érzem már, hogy ez nem nőhet nagyobbra, akkor váltsak. Uh -huh. De jelenleg nem tudom, még nem érzem azt, hogy... Meg nem is nézem egyébként a megtekintéseket, tehát ez... Nem mivel tudom, számítem, hogy számít persze számít, meg minden, de inkább szerintem azt számít, hogy te, te mit akarsz, és te mit gondolsz ezekről. Mert tőlem aztán egy megtekintéssel is lehet egy tartalmi értékes, meg egy millióval is lehet szerintem haszontalan. Mondjuk én azon lepődtem meg, hogy ugye nálam is van már csatornatagság, és hogy van olyan ember, aki, aki csatornatag lett, de ez annyira meglepő hmm. volt, hogy úristen, hát én itt csinálgatom a videókat, aztán valaki meg idejön is, havi rendszerességgel azt mondja, hogy oké, okay, ez jó. Yeah. És ja. akkor, de én nem úgy, úgy fogom fel sokszor, ha nincs mondjuk motivációm, hogy én ugye videósként dolgozok főleg, és ez egy gyakorlás Abszolút. tulajdonképpen megcsinálni egy videót, megírni a skriptet, felvenni, kitalálni, úgyhogy lényegében én, ha tegyük fel mondjuk két év múlva azt mondom, hogy nem YouTube-ozok, akkor is profitáltam, mert tanultam egy csomó dolgot. Ez, ez, így van, és én ezt egyébként mindenkinek tudom ajánlani, aki mondjuk tegyük fel 15 éves, vagy 16 éves, és érdekli ez a világ, az tíz év múlva, hogyha ezt folyamatosan csinálja, akkor lesz munkája. Mert vannak képességem, mert tud helyezkedni papír nélkül is. Hát persze. Meg hát azért ad ez a videózás jó skilleket, tehát Photoshopot hmm. megtanult közben, hmm. Premiere Pro-t, mondjuk hangot felvenni, tehát hogy amúgy a, tök abszolút. hasznos. Abszolút, és, és tényleg, hogyha nem vagy kreatív mondjuk, és egyáltalán nem az a része érdekel, akkor is azokat a részeket, amiket meg mondjuk precízióval, vagy más elegű tehetséget tudsz megcsinálni, például egy, retusálást, vagy színplán editálást, kompozitálást, az csinálni. Tehát, hogy nem az a része, nem minden, minden, mindenkinek az az érdekes része a videózásban, hogy felvenni valamit, hanem valakinek a háttérmunka az érdekes része. Hát per, nekem is amúgy az a legjobb része, amikor megvágom, megcsinálom az indexképet, a leírást. Na nekem már pont meg nem, ezeket. Pont nem. Én például akkor szeretek vágni, hogyha az is kihívás. De hogyha Aha. monoton egy vágás, én konkrétan kikészülök tőle. Hát nem tudom, hogy mennyi videómat láttad, de volt ez a sorozatom, amikor uh, mobil mutattam be, rossz mobiljátékokat, és iszonyat sok vágás van benne, kivágva mindenféle játékból, és arra van rámondva hang, és még legyen egyébként valami egyedisége, humora és stb. Na ezek ilyen több 10-20 órás, inkább 20, közel 30 órás kalandok, és a vágás része az, az nem fun. Jó, hát ez olyan, hogy nem vágtál még annyit, hogy kialakuljon egy ilyen rutin valószínűleg. Legalábbis én erre tudnék következtetni, hogy... Hát szerintem több ezer óra vágás után nem mondhatom azt. Egyszerűen csak nem élvezem azt a részét, hogy ja, hát én, az, az is én, ezt, én ezt tudom, hogy hogy találtam ki, és ahogy megvalósítom, az nem, az nem olyan egyedi száma. Meg az, hogy szimplán az a része, hogy egy perc az nekem két óra vagy három óra egy videóban, hogy ennyit tudok haladni vele, és már várom, hogy vége legyen. Mert hidd el, hogyha az lenne benne, hogy az én arcomat meg egy másik képet kéne összevágni, már nem lenne ezzel gondom, mert hamarabb <laughs> megvendem azt, hatt, hogy ez még legalább negy 15, 15, óra nekem, mire befejezem ezt a maradék 5 percet. Az így mentálisan megvisel engem. Most a bandi vágja például a heti ringéseket, azok ilyen fél óra, egy órás műsorok lenni. Na, mondjuk egy egy órát megvágni, az legalább négy-öt óra. Most már hát, peszeteket csinálni, és egy fokkal gyorsabb, de olyan monoton. Hát tudom, a podcast vágás is ilyen, hogy most például előre félek, mert van egy három órás nyersanyagú podcast, is ugye az hmm. általában dupla annyi idő megvágni, tehát egy három yeah. órás podcast, hat óra. Fú, de itt most van három kamera, szóval fú, kegyetlen lesz, de... És igen. akkor belegondolsz abba, amikor ábelni néha bejelentkezik a a kis dsl jön, és akkor ezeket így össze, összerakja. Jó, ha jó, de ezt egymás után rakod is. Tulajdonképpen megvan. Na, de rákanyarodhatunk itt még. Vannak ki a youtubereknek különböző ilyen, nem tudom, személyiségtorzulásnak lehet -e hívni, de hogy az egyik ilyen, amit én a Benni Povánál figyeltem meg, hogy ez az ilyen múltbaragadt influencer jelenség, hogy uh -huh. neki ugye nem fogalmazok szerintem csúnyán, de hogy volt egy ilyen, egy ilyen csúcsa amikor ja. ő nagyon futott. És most már a számok alapján nem ez a csúcs van, de még mindig feljönnek olyan elemek videókban, most például volt ez a sivatagos, nem tudom hol voltak, de uh -huh. Dubajban azt igen. Uh -huh. és, és ott voltak ilyen régi elemek, ez a poénkodás, azt valami snacket kóstoltak, tehát igen. ilyen a régi, régi YouTube elemek így visszatértek. Hát most figyelj, ő minden videója hirdetést szinte, tényleg. Mind minden mögött ezt láttad, vagy ez van. Egyébként meg szerintem korábban is csak a nagyon fiatal gyereknézők értették az igazi Benny pova érzést, vagy tudták, mi az a povaság. Ez így, így felnőttben annyira nem működik már, mert nagyon cringe lenne még neki is. Szóval próbál így, így megérni a feladatra, hogy ő majd mit tudom én, 30-40 évesen is képes lesz valamilyen tartalmat gyártani. Igazából szerintem ő legkevésbé se tudja, hogy mit csinál jelenleg. Hát én amúgy ilyen átpozícionálásnak gondolom, hogy próbál nyit nyitni ugye a bank, autó, mindenféle ilyen... Ő nagyon biztos, benne van a tutiban, de, hogy... de szerintem ezek mind ilyen kormányközeli nem túl versenypiac alapú dolgok, tehát pont, pont, ezek miatt ez a belső körök itt is összezárnak. Ő bekerült ebbe a mézesbödönbe, nyilván ennek a társaságnak van több eleme, meg, 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 van több ilyen videós, de én nem gondolom, hogy a, a performance alapján van itt, és, és jut ilyenekhez hozzá, meg itt az egész EB alatt, amit, amit vele csináltak. Tehát ő aztán Hát nem azt mondom, hát nálam biztos több ember tud terelni egy weboldalra, de, de azért vannak nála alkalmasabban. <laughs> Jó, hát itt igazából csak ezt a jelenséget figyeltem meg, hogy ilyen múltbéli elemeket így beránt most is pedig már nem biztos, hogy ezek működnek. Hát, ha van tartalmatlan tartalom, ugye ez egy ilyen örök, örökké élő dolog, hogy az ilyen van-e vagy nincs -e, de én talán őt találom a legközelebb, ez jelenleg kifejtett tevékenységébe. Tehát ez a százezerszer látott, nem érdekes, nem vicces, nem jó pofa, szerintem, de ez saját véleményem, szubjektíven nézve egyszerűen feledhető a teljes megjelenés. A, aki most nagyon-nagyon kiakadtam a legutóbbi streamben, de most akkor felhozom, ez a Nasdaq jelenség. Hm. És nála se a vlogok. Azokat meg lehet nézni, de ezek, a, ezek az eljátszott, elszínészkedett vicces jelenetek. Szerintem ennél, ennél nincsen lejjebb nála sem. És ő ezt már talán lehet tíz éve csinálja. Ugyanígy. Hát ez valami is, elképesztő, is nem? nézik, tehát... Persze. De hogy... hogy, hogy te úristen, elkerekedett szemekkel hallgatod egymás után ezeket az ilyen százszor lerágott csontokat, mindenki hallja ezt, és akkor se vicces, amikor te az életben hallod, a valóságban ott vagy, és akkor a tanár, mit tudom én, ad az egyik gyereknek egy négyes alát, a másiknak meg, megbuktatja, mert ugyanazt adták be, és ugyanazt írták. Rendben van. De egy öt éves, egy hét éves, az viszont kitartóan ugyanúgy jól érzi magát egy ilyen programban, szóval nála valószínűleg a rotáció az viszonylag gyors. Azért hát... nem 500 ezeren nézik, hanem csak 50 ezeren. Mert hamarabb kiköszönnek azok a fiatal diákok, és azt mondják, hogy ez nem, nem, tart, nem olyan vicces tartalom. De számomra elképesztő, hogy ezt ennyi idősen valaki még tudja csinálni. Hát lehet, ő is már ilyen munka szerűen fogja fel, vagy tudja, hogy ez működik, ez a formátum, és akkor ezt csináljuk, mert valamiből meg kell élni. Világos, valószínűleg itt, itt, itt így ez a helyzet, de most akkor a magyar humortársulatoknál is időzhetünk, hogy nagyjából ugyanezt látom egy-két kivétellel, de megint számít az, hogy ki beszél erről. Mert hogyha, egy tudom, hogy megkérdezzük a 18-es unokatesómat, meg nem tudom, 50 akárhány éves fatteromat, más fognak valószínűleg erről mondani. De lehetséges, hogy sok dolgban egyetértünk, hogy ez mondjuk nem vicces. De mi, a, mi az, ami objektíven nézve nem vicces? Az kidönti el. Most múltkor Legutóbb az egyik heti ringésben, ugye a bandival néztük orosz Gyurinak a ténykedését, és e, hát azért elég, elég, ilyen láttuk a baját, úgymond, és ő írt például egy elég hosszú, de nagyon normális kommentet arról, hogy, hogy ő megérti abszolút, hogy számunkra ez nem vicces, sokszor neki sem az, de egyébként jöjjünk el, ez a időjárás jelentős kis <síns> gegekről volt. Megvan. Igen, és akkor írta, hogy egyébként jöjjünk majd egyszer el egy előadásra, mert hogy ott a hangulat lehet, hogy más, mint így, így, így nézni mondjuk Youtube-on, szerinte az ad hozzá valamit. És ö, egyébként tényleg nagyon kultúrált volt, ahhoz képest, amit kapott tőlünk. Az Ács példán például nem ezt csinálta, ő például elkezdett minket rágalmazni, de elkezdtem nézni, az Orosz Gyurinak van egy ilyen podcast-szerű műsora, más ilyen, wow. ilyen humoristákkal. Podcast, podcast, hát jó, beszélgetnek. Na, az se volt nekem valami igazi szórakoztató. Megpróbálják megmagyarázni a bizonyítványukat sokszor, én azt érzem. Hm. Hát, hogy pedig ez vicces. Mert nézzük, mennyien nevetnek rajta. Jó, rendben. De ezt én is hallottam a Soder Club kapcsán, hogy ezt szokták mondani, hogy ne tévében néz, mert úgy nem olyan mm. jó, menj el a izére és ott, ott nevetni fog. Mm, és jajos. tényleg biztos, hogy van benne egy olyan dolog, hogy elmész, ott mindenki nevet, te is rád ragad, tehát nyilván te is ott szórakozni fogsz, ha a többiek is szórakoznak. De igen, visszanézve lehet, hogy nem annyira szórakoztató, szóval. Én, szerintem a legfontosabb része a piac, hogy eldönti, hogy ki marad fenn, és ki nem. Tehát ez mindenre egy nagy igazság. Az is, hogy a, a Duma színházat hányan tekintik meg, meg, meg érdekli ö, az embereket, meg az is, hogy mondjuk egy Benny Povát hányan néznek. A szomorú része az az, amikor azt történik, hogy már nem nézi senki, de még mindig ugyanazok a szponzorok, partnerek öntik bele a pénzt. Na, remélem nem ez lesz vele. Hát hát mondjuk a Soder Club mostanában nekem sem vicces amúgy, uh -huh. de például volt egy ilyen heti kringésbe, volt egy nagyon jó műsor amúgy a, az igazságára. Uh -huh. Ja, ezt azt, azt én influencelt, vagy introduzoltam a bandinak, igen. Igen, de azt én például elkezdtem végignézni, igen. de úgy, egyébként úgy, hogy pont, pont vendégségbe voltam unokatesóméknál, és így szóba jött, így felhoztam, hogy uh -huh. á, ismeritek -e ezt a műsort, és így beraktuk Youtube-on. Uh -huh. És elkezdtük nézni, de amú, amúgy nagyon, de de mi nem úgy néztük, mint egy átlag tévénéző, hanem mi gondolkoztunk közben, hogy vajon most ő tényleg hazudik-e, hogy hmm. volt ilyen embertípusok voltak, aki minden második mondatában hazudott, meg itt wow. tök jó volt így ilyen emberismereti szemmel nézve, hát, igen igen, és akkor érdekes volt, hogy volt, aki mit tudom én válaszolt egy kérdésre, és rögtön utána már elkezdte szépíteni, uh -huh. szóval hogy így így ezt, ezeket megfigyelni tök érdekes volt, ha ilyen szemmel nézed, de amúgy tényleg egy durva Igen, <laughs> volt. igen, hát pont ez a része, hogy, hogy így hogy ez nagyon-nagyon elítélendő, de kurvára kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni. Hát igen. Szóval jó ki van találva, csak hát se, 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 semmelyik országban nem futott ez sokáig. Egyszerűen too much. Tehát egy ember életekkel játszol. És elég gonosz dolgok történnek. Pláne az, hogy ez egy, hát mennyire objektív egy hazugságvizsgáló, vagy mennyire tényszerű adat az, amit mond. Pont, amit mi is néztünk, ott, ott, ott nekünk tök volt, hogy úgy esett ki a, a játékos, hogy azt mondta, hogy hát pedig ez nem történt meg. És mégis a hazugságvizsgálón nem, teszten nem ment át. Ott azt mondta, hogy hazudott. És pont egy olyan kérdés volt, hogy árulta e már pénzért a tested? Vagy szexuálisod? Hát igen. Azt mondta, hogy nem, és hamis. Volt egyébként, egy, nem tudom mennyi részt néztetek belőle. Ö, én többet? Igen. De, de volt egy, egy ilyen csávó uh -huh. És az az utolsó kérdés előtt állt meg. És már kiderült róla minden, hogy 50 éves, és hogy Transzestita, hogy minden durva dolog, ami csak 2008-ban szerintem az azért ez hogy mm. az, hogy jelen... valaki az azért szerintem durva volt már, tehát akkor ah. még így durvábban néztek rá az emberek, mint mondjuk Igen. most most sokkal elfogadottam Igen. és hogy az utolsó kérdés, mi lehetett az utolsó kérdés? mert minden durva dolog hát kiderült ő tudta, és megállt és egy <laughs> ott ültünk, és néztük, hogy nem áll mondják már el, hogy mi volt -e az utolsó kérdés Igen. Szóval ilyen szempontból durva volt. Na viszont így a Youtube-erekre YouTube visszakanyarodva, amit még így észrevettem a nagyon mainstream youtube hogy van ez a torzulás, már egy bizonyos Igen. szinten. Amikor teljesen elzárod magad a kritikáktól és mindentől, és hogy erről így... Hirtelen beugrott Pisti, egy, egy teljesen elzárja e, magát. ez, a, ez a kiégés, és ez a fajta dolog Vagy közt. inkább egy becsípődés, vagy beégés, vagy korlátoltság... Hát, igen. Ö, hát nem tudom, erről sok-sok arc beugrik, nyilván mindenki más, hogy éli meg. Ami nekem így pluszban érdekes az az, hogy mindenki podcastot csinál, tehát az összes mainstream nagy videós. Hát <laughs> ez már... várható volt úgy. Igen, meg, meg kellett történnie, de hogy mindenki ugyanazokat az embereket hívja vissza vendégeknek, de hogy annyira kicsit az ország, és ö, én ö, nem tudom, azt vettem észre, hogy a mondani való egyre kevesebb ezeknél a nagy figuráknál. Tehát már inkább mindenki azt mondja el, hogy hát igen, ebbe meg abba is már belefáradtunk, már tudjuk, már ezt nem csináljuk, ezért, ezért, is csak mi a saját közönségeknek gyártjuk, és akkor ez így nekünk tök jó, nem akarunk senki újat bevonni ebbe, ez nekünk kimaxolta mindenki nagyjából Magyarországot. Hm. és ö, nem tudom, hogy ez mi máshoz vezetne, mint sem egy ilyen kicsit beszűkültebb, kicsit korlátoltabb, kicsit ilyen hogy mondjam, idegen gyűlölőbb hozzáálláshoz. Ha valaki ebbe belerondít, na hát azt nem szeretjük. Minek bolygassuk fel az állóvizet? Olyan jól működött ez. Igen. Hát. Ja. úgyhogy szerintem ilyen szempontból ez az érvelés, ez, ez oké, okay, de hát ez nem vezet javuláshoz vagy fejlődéshez, ez csak szinten tartja. Ez ilyen konzervatívabb hozzáállás szerintem. Amit mondjuk akár a pistiek is képviselnek, de az is lehet csak, hogy a, a kritika minősége vagy módja nem megfelel nekik, hogy ők ezt mondjuk válaszra méltaság, van, aki egyébként nem ennyire szégyellős, és, és, és beleszáll, és eljön mondjuk egy olyan műsorba, ahol lehet erről beszélgetni, de a nagy kutyáknak nem érdeke az, hogy ők így most kiöntsék a szíviket, lelküket. Ezért is szerintem hozzánk is, aki eljött, és tényleg vallott, szint vallott. Azok közül, azok közül szinte mindenki a podcast előtt vagy után mondott Sokkal érdekesebb dolgokat, amiket nem hozhattunk meg senkivel. Hm. És uh, nyilván nekünk ez még, ez a plusz információ. Ez az a úr, hogy nagyon sokszor ellentétes egymással, amit egy vagy, egy, vagy másik. Amit a podcastben mondott, meg amit. Nem, nem, nem. Az ja. nem, hanem amit egymásról hallunk, hogy mondanak bizonyos szereplők. Tehát, hogy A ember azt mondja B-ről, hogy, és a, amikor a B ember jön a podcastba, akkor meg A emberről mondja azt, hogy. És ezek, ezek sokszor nem nincsenek szangban. Hát igen, tudni kéne, hogy hazudik. <laughs> sokkal könnyebb lenne, igen. De, de például nekem egy ilyen pozitív csalódás ebben a személyiség torzulós témában, hogy én például fotóztam a Szabi estet. És olyan fotózás volt, hogy ilyen, ilyen utcai portrékat csináltunk. Tulajdonképpen és akkor tudod, kaptam, sétálsz egyik helyszínről a másikra. De ez valami cégnek, vagy ez neki ne, volt Ez ne, neki, csak így instára. És ő akkor volt, amikor neki volt ez a nagy balhéja a Youtube-on, ugye? Micsoda a, a... melyik? A Fantás? Hát ez már, már így a vége felé volt. Ja, tehát akkor így, az picit iPhone már, már vagy iPad rántás. Á, már meg volt szerintem a Marci videója, meg így kb. Uh -huh, minden uh -huh. lement, és már vége felé volt. Aha, akkor már vérzettel éppen nagyon súlyos, mm, igen? igen, kb. És hogy én, amikor vele beszélgettem, akkor egy tehát, totál nem az a karakter volt, ami, ami mondjuk a YouTube-on visszaköszönt. Uh -huh. És ez tök érdekes, hogy ő pedig nagyon YouTube-on ez a nagyon személyiség torzult. Ja. példát erősítette, de hogy a, a való életben meg egy tök hétköznapi ember, aki teljesen rendben voltak a, az értékrendjei, legalábbis a beszélgetésénk alapján. Mindez, mindez nagyon keveset számít, tudod? Mert ha valaki é. a való életben ilyen, de tartalom Nyilván, a, a felszíne meg tök más mutat, az sokkal több ember befolyásol, mint sem az, hogy ő egyébként egy jó fesrác. Jó, de hát például, ha ti elhívnátok mondjuk a cringe bait mm. ott tök jól el tudnátok vele beszélni. Ez száz százalék, csak valószínűleg mondjuk Szentem nem, nem akar erről beszélgetni. Attól is igen, függ, mert hogy én, mi a téma. Én például nem beszélgettem vele ezekről, mert nyilván nem nyírod ki a fotózást a közepén egy rossz témával. Hogy is voltad a cukros üdítős, no? Igen, tehát nyilván nem vágod el, de, de tök jól elbeszélgettünk. Talán adott, tehát így. Aha. Tök jó. Hát figyelj, hogyha nyilván nem piszkítasz oda másnak a portá akkor nem fog, nem fog veled ö, ellenszenves lenni. Nekünk nem az a célunk, hogy édesgessük az embereket. Néha mi is belássunk ilyenekbe, de én, én, igyekszem nem. Tehát, hogyha mondjuk a Szabi Estein, egyik egyébként az 50. adásba fogunk el hívni, mert ez <laughs> már az első adástól fogva ezt szerettük volna, ö, akkor nyilván csak úgy tudjuk elhívni, hogy mi, mi ezeket fogjuk feltenni, ezeket a kérdéseket. Hogyha azt mondja, hogy hát ezek közül a felére fogok válaszolni, akkor nem válaszol. De az őt fogja minősíteni. Azt mondja, hogy nem válaszolok erre, ne arra vagyjatok. Oké. Okay. Lákinál ugyanez volt, hogy egy csomó kérdés egyszerűen ilyen nagyon visszafogott, vagy ilyen, Így. ilyen, kevésbé, hogy mondjam, terjedelmes választ adott, és hát az őt minősíti, hogy ki, ezután te mit gondolsz, hogy Nikolákiról? Lehet, hogy szimpatikus marad, de azért úgy kicsit rejtélyes dolgok is vannak talán. Egyébként külföldön vannak elvileg olyan műsorok, ahol lehívnak, mit tudom én, egy celebet, és szembesítik pár ilyen, mondjuk, hogy miért vettél 50 ezer Facebook lájkolót. És akkor egy mm. szeptől szemben megkérdezik, szerinted ez itthon miért nem működik, vagy... Azért, mert nyilván te sem mennél egy olyan helyre, ahol leégetnek. De Amerikában meg elmennek. Hát valószínűleg azért, mert fizetnek érte. Vagy valami De utatán. van az a pénz, ami... Hogy Hogyne. Meg a rossz PR is uh, PR, vagy hát az is Igazából hírnévhez vezet. Ki tudod magad maga, meg ezek ilyen egyhetes dolgok. Tehát ez nem az, ami, mit tudom én, megerőszakoltál valakit, vagy mit tudom én, állatokat gyújtottál fel. Szóval ez olyan, hogy hamar elfelejti az internet. És szerintem néha, aki mondjuk kicsit már kevésbé népszerű, vagy így elmulott körülött a hype, ezzel vissza lehet hozni. Abszolút. Aha. Szóval ilyeneket itthon is talán volt már példa, hogy, hogy ilyen mondjuk Szabiás visszatérhet, egy botránya. De ami a, a nem tudatos, az a máltai lányok egyértelműen. Hogy egy botrányon lettek ismertek, és csináltak nekünk egy fókuszcsoportot. Ami létezett korábban, és csak tized annyi ember nézte se. Ja, igen, mondjuk ez egy érdekes dolog, igen. hogy miből mi lesz, uh -huh. meg mi mit robban be. Hát ez így, Történt. így. Hát igen. Na szóval már többször említettük itt a heti és műsort, és azt is valahogy így kontextusba rakhatnád, hogy az, az hogy jött és hogy az így miről szól, vagy mi annak a, tehát így tök sok színű amúgy az eddigi epizódok alapján, és hogy mi a, az irányvonal tulajdonképpen. Eredetileg ez úgy volt kitalálva, hogy mi mindig csinálunk valami háttérmunk, kutató munká, feltárunk valamit, és akkor jól bemutatjuk. Hát az első két részig jutott ez el. Utána rájöttünk, hogy nincs igénye az embereknek erre, meg lehet, hogy nekünk se. Ez, és ez volt inkább a durvább, hogy persze tök jó dolog utána járni mindenfajta ilyen furcsaságnak az interneten. Mondjuk a Creator TV az egy ilyen anomália volt számunkra, vagy akár furcsa szponzorációk, de az is érdekel minket, amit jelenleg folytatunk, hogy régi műsorokat ásunk ki, és ezeket nézzük meg, és reflektálunk arra, hogy egyébként ma már ez milyen lenne, meg, meg hogy nézett ki. Vannak szerintem ebben, vannak olyanok, amiket a Bandi élvez jobban, van, amit én élvezek jobban, és elég vegyes. Egyébként az, hogy honnan jött a formátum, én, akit leginkább szeretek külföld nézni, az a Noel Miller meg a Kodikó. Nekik van egyébként egy podcastjuk, a Tiny Meat Gang, de külön-külön is szoktak ugyanezt a formátumot csinálni. Ez a... Hát ez React nagyjából, nem is tudom, kommenteri. Más nem tudom nagyjából nevezni. Mi ezt közösen csináljuk. Egyrészt azért is, hogy mint barátok egyébként legyen valami közös élményünk, mert a bandi az messze lakik, tehát Debrecen környékén, én meg ugye Budapesten, illetve hogy legyen egy folyamatosság ebben benne. Ez a nagyon fontos része, hogy minden héten kell, hogy legyen tartalom, ezért heti. És én ezt ragaszkodtam, és Bandi is elfogadta, hogy jó, mert akkor muszáj minden héten csinálunk valamit. Mert hogyha havi és vagy mindegy, havi, és ha nem lenne így ilyen kötöttség benne, akkor mi hajlamosak vagyunk nagyon ellustulni, akár hónapokig nem csinálni podcastot. És, és ugye arra a csatornára ö, tettük rá, amilyen a podcastok szoktak menni, de érdekes módon ezeket sokkal többen ö, nézik meg, mint a podcastokat, a mostaniakat, gondolom azért, mert van hozzá képi anyag, Egyéb, egyéb iránt meg lehet, hogy érdekes valakinek. hát Meg viccesebb, tehát nem egy komolyabb beszélgetés, ja, mert ja. azért a podcastek komolyabb hangvételűek mm. szoktak lenni. Mm. Ja, hát persze, általában. Hát ez, ez egyértelműen arra megy, hogy egy kicsit érezzük magunkat kínosan, viccesen, fura tartalmakat nézünk együtt, és ö, szerintem a jövője az még elég képlékeny ennek a formátumnak, de biztos vagyok benne, hogy azért még most is bőven van ötletünk. Tehát még egy húsz rész biztos meg fog élni. <laughs> és a heti az, amiatt van, hogy az algoritmus, ugye? Azt mondom, azt elmondtad, de az csak azért van, hogy mi minden héten csináljuk. Jó, de hogy ez benne van-e? Csak ez. Mármint az a kereső szó. Nem, miatt... hogy a az algoritmus ugye azt szereti elvileg, a rendszeresen. Hát ez amiatt is van, rá. persze. Nyilván, hogyha van egy, mondjuk a bandi az úgy döntött, hogy abba adja a munkáját a polgári állását, amit, amit csinált, nem 5-6 év után, és hát a bevételi forrása az az online a ad revenue bevételeire szűkült, és ennek egy jelentős bevételi része vagy forrása a cringe csatorna is. Nyilván az, hogy mi ezt a, ezt a kettőnknek a dolgát, hogyan osztjuk el ez a, ez a mi dolgunk, neki is van csatornája, de hogy ezek nem rossz pénzek. Csak ebből a csatornából. Egész, egész, tehát egy, egy átlag fizetés majdnem összejön. Pedig ezek nem százezres megtekintések, csak mivel minden mm. héten van, ezért ah. így működik. Szóval ez a másik része, ami nem túl szép része, vagy nem a legszebb része, de ez hát egy praktikus része. De akkor megint csak... Igen, igen, igen. Én egyébként sok minden másban is gondolkozom. Azért szeretek a Bandival videózni, mert egymást sokkal könnyebben rávesztük, hogy tényleg csináljunk valamit. És nyilván ketten több, több munkát tudunk végezni a háttérmunkában, és utómunkában, stb. És euh, volt korábban egy nagyon érdekes projektkezdeményünk, szerintem soha nem beszéltem erről, de szívesen elmondom, mert nem hiszem, Na. hogy össze fog jönni. Ez egy uh, ilyen dokumentumfilm sorozatszerűség lett volna a magyar trashről. De úgy, hogy azokkal az emberekkel tehát, hogy megszólaltatni mondjuk egy hörbit, vagy egy... Hát ja, de annál még sokkal ismeretlen figurákat is, akiket abszolút senki nem ismer, vagy nagyon pár százan néznek a, a Youtube-on, vagy annyian se, de évek óta csinálják megállás nélkül kitartóan. Hm. Elszultán, vagy Rio, ez, ez hasonló karakterekre gondolj, és hát felkerestünk sokat, de arra jöttünk rá, hogy ezek az emberek nagyon megbízhatatlanok. Nem véletlenül nem nézi őket senki, vannak más problémáik is, attól att att függetlenül, hogy milyen tartalmat gyártanak, és ö, egy idő után úgy döntöttünk, hogy ez nekünk sok. Ezt bevállalni, hogy mondjuk bekészülünk tényleg a stábbal, lemegyünk hát, forgatni, igen. és volt ilyen, hogy mentünk volna, előtte egy nappal, nem. Mert hogy ő meggondolta magát, és akkor oké. Okay akkor ezt ekköz gondoljuk át, pedig minden kész volt. De lehetséges, hogy jövőben majd, majd kitalálunk valami mást. Én, amit nyomnék, mint formátum, biztosan szerintem is, szerintem nekünk nagy kaland lenne, meg érdekes lenne, az nyilván valamilyen zenés projekt közösen, teljesen nekem mindegy, hogy milyen témáról, de valamit összerakni, amiben jól érezzük magunkat. Szerintem egyébként ez, 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 meg fog történni majd. Külföldön vannak nagyon jó példák amúgy ilyenekre, mm. és már én is agyalok, mm. csak félek, hogy valaki hamarabb <laughs> összehozza, <laughs> Igen, ja, attól nem fél. érdemes félni. Hát, nem. De egyébként azt jól érzem itt nálad, hogy a, tehát, hogy te nem szoktál például ilyen trash videókat nézni streamekben. Uh -huh. Hogy nem. van egy határ, gondolom a trash Minnyi. és a sima kringelés között egy elég éles határ. Ja, abszolút. Tehát én azt, azt, azt szinte alulnak érzem, hogy egy olyan emberbe rúgjak bele, aki Szellemi problémákkal küzdik, vagy anyagival, vagy, vagy nem. Olyan, olyan szinten van, hogy neki nincs arra a kritikára igénye szüksége, amit én biztosítani tudok, illetve azért csinál valamit, a, mondjuk a varga Irén esetében például, hogy az emberek szánalomból nézzék. Pont erre a varga érénesre akartam rákanyarodni, uh -huh. hogy ott viszont már én azt vizionálom, de nem csak én gondolom túl, hogy ott már van valaki, aki mozgatja a szállatot. Itt szálakat. a videoinfo egy. Igen. Csak az sajnos. Viszont ilyenkor már lehet, hogy mond, lehetne kritikát mondani, amikor már van ott egy olyan ember, aki tudja, hogy mit csinál. Igen, csak erről a tartalomról ö, mindig ugyanazt el lehet mondani. És aki Akkor nézi... Akkor meg magáról a, a jelenségre. A jelenségről tudnék beszélni, persze. De nem a videóink keresztül szeretném bemutatni ezt, hanem mondjuk esetleg egy, 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 beszélgetésben, vagy akár streamben egy ilyen 10 perc alatt tudnék erről beszélni, mit gondolok, de semmiképp se az, hogy mi azt nézzük, hogy egy félig retardált ember mondjuk kirögteti magát előttünk, és, és nekem ebből, én ezen izélyek, ízek. valahogy én úgy érzem, hogy ez nem nem az én tisztem, hogy ezt, megtegyem, ezt megteszi mindenki más, mert ez a legegyszerűbb ez az ittszer kategória, hogy na hát, hát fúha, hogy lehet ilyen hülye ez a nő, stb. stb. Egyébként sok streamer nézi ezeket. Hát rek persze, meg, ilyen meg hasonló. vannak, akik reakció videókat csinálnak, meg így úsznak ezzel az állra. De... Na ebben biztos mindig lesz, erre lesz igény, mert ez a szellemi alsó harmadnak a kiszolgálása, ugyanúgy, mint a, a TV csatornákon ezek a ilyen dráma, meg, meg ilyen, hogy hívják ezt, hát ezek a, főleg a, ilyen félreality műsorok, Tudod, ez a scriptelt reality, ja, hogy így adjuk már. Tehát a valóvilág is irányított, meg ezek a. az a, nem ismerek egyes éjjel-nappal Budapest, meg ezt hasonlók. Tehát, hogy na, ez hasonlók. Na, pár ilyen a fú volt, ez az észbontók talán. Na, na egyet sem. Na, na majd a na, heti na, kringés, na, az észbontók az. Ja. Arról mesélt a Pumpet is, hogy hogy működik. Uh -huh, uh -huh. Úgyhogy ezt a kérde, azt hiszem, Partizán interjúban mondta el, hogy mert ott is, az, amikor én azt néztem, az volt a kérdés, hogy oké, okay, de hogy válogatják azokat az emberek, akik, akik hülyének tetetik maguk, vagy mm. azok. Tehát, hogy meg egy x faktorba is például, hogy válogatnak embereket, akik bemennek, és nem tudnak énekelni. De meg, meg vannak amúgy az eszközök. De én szerintem érem. sikeresebb az, aki autentikusan fogyat, fogykos. Hát persze. Tehát, hogy az, az nagyobb sikert fog elérni, ezért is nem vehetlen a Varga irén, vagy a Elek Zoli bácsi, vagy egy Pákó, vagy egy Győzike sokkal sikeresebb tud lenni, mert lehet, hogy self valamennyire a Varga irénnek, hogy őt kiröhögik, nem vele együtt nevetnek, de ahogyan ezt tudja csinálni, az sokkal hitelesebb, sokkal elgondolkoztató, mint hogyha én nyomnám fúba a kretént, és így ökörködnék, mert ilyenre is van példá például, a Kretinc nevű csatornán. Nem tudom, ismerődöm. Mindegy. Én, én ott például azt látom, hogy, hogy az amikor így. Most ja, már most, most, ilyentres... próbálnak hülyék lenni, és az, az lehet, hogy nekik azonos, én nekem én nem olyan átélhető. Mondjuk én itt a Vargaérén esetében azzal beszélgetnék szívesen, aki már most mozgatja ott a mm. szálakat. Tehát, hogy vajon az ő fejében mi van, nyilván sose fogom. De hogy itt, itt nagy megfejtés nincs. Tehát itt, itt, hát itt de... igazából engedni kell, hogy csináljon bármit. Hát persze, de ő csinál a végén pénzt belőle. Tehát, hogy... Jó, de most szerinted valami nagy koponya van mögött? Nem, csak úgy, úgy magával, hogy miért? Hogy került ide az ember, hogy ilyet csinál? Hát nyilván Meg, hogy mi benne. a motiváció? Láttak benne potenciált, mert, mert országos népszerűségre ez ö, ö, szert. Ez, ez olyan, hogy akit a dancsó egyszer fölkap, sajnos még mindig itt tartunk, 2021-ben itt hihetetlen, hogy akit a dancsó fölkap, abban mém lesz a magyar interneten, és akkor, ha éppen az az ember jól reagál erre, akkor megindult az ő kis szekere is. Ha jó, csak nekem nem lenne arcom hozzá, hogy, hát persze, hogy nem. ezt így meg, megcsinál. Hiába értek hozzá, meg meg tudnám csinálni, én is ugyanez, csak valahogy a lelkiismeretem nem, nem, mert te, nem, nem, hogy... Neked nem mérvadó ez a színvonal. Te nem, te nem tudnál mondjuk hónapokon, éveken keresztül ehhez érted, hát meg most, mondjuk, a, hogy... mondjuk én fogyasztani se bírom. Szóval például vagy... tudnál pornót vágni? Hát... Egész nap, minden nap. Szerintem forgatni se nagyon, de egyébként ez a ez olyan dolog, hogy amúgy azt mondják, akik forgatnak, hogy nem forgatnának pornót, mert hogy uh -huh. amúgy nehéz műfaj, meg, meg nem nem a legjobb. Én most de... csak a vágásra gondolok. Hát. Ez, ez olyan, hogy hogy... Szerintem kell, hogyha valami sikeres akarsz lenni, és tényleg sokáig benne akarsz nem az iparban, kell valami affinitás. Anélkül egyszerűen nem megy, anélkül semmi nem megy sokáig. És persze képes vagy rá. Képes hát, vagy rá, nem. de nem ez, a, nem ez a fontos, hanem hogy akarod-e. Szerintem itt, itt dől el a, a kettő. Én például, hogyha valaki ide jön és azt mondja, hogy tessék, itt van a következő Varga én neked csak meg kell mondanod, hogy mit csináljon meg, még a videókat sem megvágnod, csak, csak így. Hogy mondjam, instruálni az egészet, menedzselni, és nekem ebből lenne pénzem, hát nem hiszem, hogy nekem ez érdekelne. Tudod, hogy ezt, ezt csináljam, ezt ami ennyire lent van. Hát, nyilván igen. Mert számomra ez nem kihívás, ez pofon egyszerű. Oké, okay. csinálja a hülyét magába. Nem tudom, tegyük be egy nagykád kád bablevesbe, és ott fürdőzzön, és akkor. Tessék. Szóval ö, nem, ez, ez pont azért ennyire egyszerű, mert azok az emberek, akik ezt át tudják élni, azoknak nagyjából ideig jut el a, az igény szintje. Meg persze van az, aki sokkal értelmesebb, de hall róla, mert kíváncsi, mert megnézi. Ugye a monár is ez volt, hogy mert cringe, de nem is cringe mert ő is erőltette erőltett egy idő után. A Bartos Csé, na az, a, az az autentikus what the fuck, szerintem. Bár lehet, hogy ő is megjátsza néha, néha Hát, de én ott is azt érzem, hogy ilyen leépülés van, és az, hát, az, kökeményen. az van felvéve. Uh -huh. hát mondjuk neki voltak ilyen aranyköpései, ami még talán ilyen, ilyen szerethető, vagy uh -huh. lehet, hogy hülyén hogy szerethető, Igen. de hogy ilyen, Ja meghökkentő, és azt mondta, hogy oh. Na és ezekre, ezekre a, az a neve angolul, hogy benign violation, tehát ez a olyan, megerőszakolja az elvárásaidat, de pozitívan. Szóval de tudod, hogy valami fog történni, de hogy, de hogy meglepődsz, de aztán így, így, meg is könnyebbülsz egy, egy picit, <laughs> hogy oké, okay, még életben van, meg, meg igaz, hogy beleharapott valakinek a, a mit tudom én, a téglájába, de még nem hullottak ki a fogai. De a meglepődés ereje az ott van ezekben az emberekben. Számítasz rá, hogy valami, fog, valami furát fog csinálni, vagy mondani, ami vagy nevez, vagy megkönnyebbülsz. És euh, szerintem ők ezzel jól operálnak viszonylag. Aki kevésbé, az mondjuk az Elek Zoli bácsi, ő, ő, ő valahogy ebből már nem, nem tud többet. És az volt, hogy volt egy autentikus megjelenése, azt ő lecserélte valami tök más kondícióra, ami nem működött már annyira jól. Hát megpróbálta visszahozni azokat a mélyeket. Aztán visszahozni, amik, az az még erőltetőbb volt, és akkor így semmi. Most már ott, ott, ott tartunk, hogy a nagy nagybüdös semmi. Inkább. Hát igen. Pont mondtad, hogy ilyen holdponton vagy a Twitch streameléssel, uh -huh. de hogy így mit hogyha ezt leszámítjuk, mit vizionálsz így az elkövetkezendő, tudom én, öt évre, hogy uh. merre tarthat majd vajon ez a ez számodra? Fajt, számodra is, meg mondjuk a heti kringés is, mm. meg így, így összességében ez a az összes ilyen tevékenységed. Hát én azt mondom, hogy soha nem szabad így, így belenyugodni, meg így megfáradni abba, hogy ez nekem már nem olyan szórakoztató, de hát csinálom. Szóval, hogyha ezt érzed magadon, az élet bármely területén, hogy nem vagy, nem vagy már olyan boldog ebben, vagy nem tölt fel annyira, mint, mint valaha, akkor képes legyél tenni érte, hogy ez jobb legyen. Vagy teljesen lecseréled, megoldod másként, vagy megújítod, vagy csak feltöltöd olyan elemekkel, amik ezt számodra érdekesebbé teszik. Lehet, hogy a kihívás lesz nagyobb, lehet, hogy szórakoztatóbb lesz számodra, nagyobb élvezet, de amikor szimplán beletörődsz abba, hogy ez nem jó, de csinálod tovább, na az az, amikor kiégsz teljesen. Szóval én ezt nem akarom elérni, hogy, hogy tudom, hogy én most a következő két órában ugyanazt a szar fogom menni, mert 5000-szer láttam. Ugyanazokat a szereplőket, akik elmondják ugyanazokat a passzusokat. Na, hogyan tudnék valami olyasmit belevinni, amitől én nem fogok ki? Mert az, hogy hányan nézik, az majd eldől. Azt én soha nem tudom előre, hogy ez hány embernek érdekes, de meglátjuk. Szóval én úgy szeretném ezt ö, megtartani, ezt a fajta ilyen, vagy megőrizni, vagy, vagy nem is tudom, mi a jó szó erre, hogy magamból többet próbálok kihozni, vagy valami mással stimulálom az agyamat vagy mint volt ez a pólós projekt, hogy adott nekem valami kis plusz izét, volt olyan stream, hogy le kellett nyomnom 200 felkőtámaszt, mert, mert vicces volt, meg annyira sokan küldtek, le is izzottam nagyon keményen, de hogy, de hogy az ilyen streamek sokkal emlékezetesebbek, meg az ilyen események, mint az, hogy oké, okay, megint volt egy csütörtöki csanátkodás, és nagyjából tovább is léptünk. Szóval szeretnék én elemeket behozni, mit tudom én, negyed évente, talán fél évente, amikor érzem a szükségét. A, a bandis projektekkel pedig egymást motiváljuk. Én úgy gondolom, hogy amíg ő képes arra, hogy, 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 hogy leüljön és felvegyünk egy részt, meg képes megvágni, vagy most már be fogjuk jelenteni, hogy szeretnénk, ha valaki segítene a vágást, mert nagyon egyszerű vágni, csak nagyon monoton. Hát, szóval, de. hogy így nem kell sok dolgot hozzá beletenni, de hogy, hogy, mi lenne, hogyha azt semmit csinálnánk, hogy ne azért legyen egy rossz dolog rá gondolni erre, mert az a vágás jut az eszünkbe. A bandi vág egyébként a videókat az összeset. Szóval, ja, én mondtam, hogy én így nem akarom vágni. <laughs> hát elhiszem. <laughs> ja, szóval ez, ez így nekem. Úgy érzem, hogy a, a jövő szempontjából nekem azért kell ezeket az okat megtartani, meg a podcastot is. Az elején idézem saját magamat, hogy releváns tudjak maradni. Ennyi. A munkámban is, meg abban, amiket süketelek mindenkinek mindenről. És vannak amúgy ilyen tanulságok, amiket már így a munkát során tudtál tehát ebből építkezni, alkalmazni olyan, amit mondjuk így meg is lehet fogalmazni? Hát, példára lebontva tudnék mondani, de úgy érzem, hogy ez minden minden összefügg. Főleg, hogyha ezt az influenceres vonalat nézzük, annyira érdekes, hogy bárkivel beszélek erről a témáról, mindenki úgy viseltetik, vagy lehet csak én nem találkoztam én emberrel, mindenki úgy viseltetik a témára kapcsolatban, hogy így tényleg nem tud róla semmit. Tehát, hogy minden új neki, amit mondok erről, és, és abszolút ilyen tévképzetekben él, hogy... Hát mert nincs kimondva, tehát hogy mm. nem beszél erről az influencer mondja. mondjuk. Hogy így valaki, hogy igen, ez az Insta Story 500 ezer forint, és akkor így, micsoda Magyarországon, igen. Ez a piaci értéke. És akkor, de ez hogy lehet? Igen, mert ez is nyilván megy feljebb, stb. ja, nagy számok, nagy számok vannak itthon is, illetve van ez a, ez a morális része, ez, ez sokkal kevesebb embert érdekel. Tehát ez lehet, hogy téged engem érdekel, hogy ez mennyire hiteles, mennyire fér bele, mennyire okés, okay de ez, ez sokkal kevesebben embert Nagyon nyilván, hogy átlagnéző lát egy szponzorációt, ő nem ezen kezd el gondolkozni mm. valószínű, mert nem, lehet, nem is érdekli. Ő nem, 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 nem kérdezi meg a, az influencert, akit követ meg szeret. És hogy találkozik egy olyan tartalom, amit a Bandi vagy én csinálok, hogy így meg van kérdőjelezve, így van van gondolkozva az ellenkezőjéről is, hogy hey, Na várjál, akkor igazából szokott billenni a cucc. Csak én nem gyártok ilyet YouTube-ra, tudatosan nem a YouTube-ra gyártok. Ott keresőmotor van, ott az index sokat számít. Hát ott lehet igazából szektát építeni, én úgy érzem. Jó nagyot. <laughs> Jellem véleménnyel. Tehát vélemény Persze van, aki sokkal politikai korrektebben tudja elvégezni, itt a fókuszcsoporta gondol, meg van, aki túl komolyan veszi magát, például a Citex, meg van, aki túl mint mondjuk a Bandi ebben, hogy nehéz így, 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 behatárolni az ő korszakait, periódusait, most éppen ez, éppen hogy van, de hogy mindenki megtalálja nyilván a saját véleményét is az interneten, más, más videósokban, tartalomgyártókban. Szóval én, én, én az a személy szeretnék maradni, aki nem, hogy mond, saját előny szerez abból, hogy mások úgymond kárán viccelődik, Valamilyen normális keretek között ezt így tudjam csinálni kitartóan, és magamat ösztönözve mm, valami olyasmit tudjak én is létrehozni, ami talán építő jellegű. Uh -huh. Amúgy szerinted itt számokban mennyi lehet a te teteje? teteje ennek? Mármint most pont azon gondolkoztam, hogy beszélgettünk arról, hogy vannak azok az emberek, akik így be bele akarnak ebbe látni, meg van, akit nem érdekel is, hogy mennyi lehet vajon az, az ember meg aki akar ebbe belelátni és érdekli is. Tehát, ha megnézzük most a bandi csatornáján, azt hiszem valami 70 ezer feliratkozó van. Uh -huh. Tehát, hogy meddig lehet ezt még fel felevinni? Azt el lehet vonni, de ezt a feliratkozó az szerintem hát jó, nyilván, édes, a, nem mindegy. A videó megtekintésekből kell szerintem legfőképp kiindulni, twitch meg ugye átlag nézőből. A bandi minél több emberhez ér el, szerintem hogy mondjam, nyilván annál szélesebben nyílik ez az olló, de annál nagyobb lesz talán az a tömeg is, aki kritikus. Én remélem, de valószínűleg nem. Valószínűleg azokban lesznek több, akik egy az -egy bejeszik, amit mond, mert látják, hogy ő, ő, azért keményen kiáll, és nyilván vannak, vannak magvas gondolatai. Minél nagyobb a tömeg, akivel annál nagyobb a felelősséged, hogy ne úszíts velük. Ne, ne az legyen tényleg, hogy megindítod a kivégző osztagot, valakire <hállt> ráparancsolod, úgymond ráparancsolod őket. Szóval ez, ez itt a veszély ennek. Meg hát ami, a kimondott szónak nagy ereje van az interneten, főleg, hogyha te egy ilyen nagy véleménykirály vagy, vagy véleménygurú, akkor aztán eszméletlen nagy súlya van. Szerintem ezért is lenne jó uh, minél többször ezt tisztázni az ember, hogy ez az én véleményem, mindenkinek legyen saját önálló vélemény, és inkább arra nevelni az embereket, hogy gondolkoznak, mint sem, hogy kéztényként kezeljenek olyan amiket mi mondunk. Hát igen. De hogy ez egy folyamat? Szerintem. Mindig kell vele foglalkozni. Hát nem tudom, a végére maradt még benned valami gondolat, amit még így még valami, még valami, nem keleti bölcsesség. Hát valami, amit még így mindenképp érintenie. Hát most, így jelenleg az egyetlen egy ilyen központi gondolatom az, hogy, így van, mit, 60, mondjuk közel 60 ezer követtem a Youtube-on, de nem csak semmit hét hónapja. És hogy, hogy ennek így mi értelme van, mert minden nap megkérdezi valaki, hogy mikor lesz valami, vagy hogy miért nem, meg hogy tök jó lenne, csinálnám. Szóval ez így aktívan foglalkoztat. És hogy mondtam az elején, most inkább magammal, magamra szánom főleg az időt. hétvégén szoktam nagy részt még annó videózni. Amikor Svédországba értem, egyedül laktam, izolálva három évig. Természetesen volt időm videózni. Most, amikor az összes barátom, haverom, ismerősöm kapcsolatom létezik, és itt van körülöttem sokkal ezzel időszakítani, szakítani. Szóval lehetséges, hogy majd próbálok találni egy olyan, le, olyan formátumot, amiben nekem vagy nem kell vágni, vagy iszonyat keveset kell vágni, de mégis azt csinálom, amit szeretném. Én például a Youtube-on nem fogok ott, ott ilyen vélemény sorozatokat gyártani. Pedig hát volt neked régebben ilyesmi? Egy-két ilyen videón volt, de azok mindig okkal születtek. Én úgy érzem, azt, azt meg szeretném azt mondani, az azért volt, mert impulzívan én ki akartam állni, ki akartam mondani valamit, de nem az, hogy na hát akkor ma kivel szúrjunk ki, tehát nem így nézett ki, viszont azt a, azt a vonalat folytatnám, az online marketing, főleg a videójáték vonalán, hogy ott milyen nagy túlkapások, csalások vannak, illetve valamilyen szinten így, 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 a digitális játék, mobiljáték piacról. Csak az a baj, hogy ez engem érdekel nagyon, de szerintem nem olyan sok embert izgat ez. Nagyon viccesnek meg szórakoztatónak kell lennie, hogy tényleg végig tudj nézni egy ilyen tartalmat. Mert ha csak én itt mondom, a, ami a fejemben van, az szerintem unalmas. Hát le kell tesztelni, amúgy ja. én is olyan videókat is szoktam ami mondjuk külföldön megy itthon meg nem tudni hogy mm. egyáltalán fog -e érdekelni bárkit is aztán majd az idő szerintem legalábbis az eldönti hogy hogy érdekel hát ezen. Amúgy engem érdekel mm. szóval az online marketing <laughs> meg yeah. ezek a dolgok meg szerintem te tudsz olyan dolgot is mesélni amikre nincs rá tehát már csak az influenszeres témában amikre nincs rálátásuk az embereknek és én is Agyalok ilyen, el, hogy a fotó videó világából mi az, amit el tudok hmm. mesélni és izgalmas is, és mondjuk más nem lát bele. Hmm. Úgyhogy ezek talán így izgalmasak lehetnek. Lehetséges, hogy hogy igen. Nyilván a kérdés az, az hogy ez mennyire szűkört vagy mennyire széles talál meg. Ugye minden trend egy nisből indul ki, egy, egy szűk bármi hülyeség, amit találsz a netemben mém lett, az egy nagyon kis, egy belső vízből, egy pár emberes kis csoportos vízből indult ki, és aztán nőtt ilyen gigaméretűvé. Szóval tényleg például, nem tudom, hogy hívják azt a csatornát, ahol csak össze törnek kajákat, vagy oda vágnak. A... Five, nem, nem, nem Five Minutes Crafts. Van egy ilyen, amit egy ilyen svéd szakás, ilyen mesterszakás csinál. Ilyen mm. viking, viking konyha, és mindent oda csesz. De ilyen Michelin csillagos étterme Aha. van, ha jól tudom, és minden törzúz. Meg van a, lehet, hogy arra gondoltál, how to basic. Ja, basic. Igen, az igen. aki tojásokat dobál. Igen, meg. tehát hogy az igen. nyilván az úgy indult, hogy nem értette senki, de hogy pont azért lett valami, mert senki nem értette, és ettől lett egy ilyen extra hozzáté. de ki mit gondol bele nem feltétlenül az én világom, vagy az a 200 fokos késsel mindent elvágni jellegű tartalom. Üh, viszont az, amit én jobban tudok csinálni, az, az hogy rájöttem, hogy autentikus önmagam vagyok, és nem egy karaktert játszok, nem egy benszülött bánát játszok el, hanem az van, hogy hogy ez a csatorna neve, de hogy én csak úgy beszélek meg az amit, amit én szeretnék. Nem egy előre leírt viccet olvasok fel, vagy mondok el, mert nekem a szekundán ne szényegesztettem, hogy ki ez az idióta, aki próbál vicceskedni, viszont egy csomó ember meg neki ez elég, meg ettől neki ez szórakoztató, főleg a gyerekeknek. Szóval nehéz, nehéz megtalálni szerintem, hogy neked is oké legyen, mert mindenki másnak. Hát igen. Hogy az ilyen arany középút mm. kell. Meg még mondjuk nézzék is. Az, hogy átletni ezeket a folyamatokat, az olyan sokat számít. Más marketing, nem, nincs saját csatorna, nem csinálsz, nem tudja ezek, hogy néznek ki, nem tudja, hogy mi alapján dönt egy tartalomgyártó, hogy kivel dolgozik, hogyan kell megcsinálni. Ezeket én mind tudom. Ezért nem tudnak átverni semmelyik oldalról. <hállt> ez a, hogy mondjam, az én advantage vagy elő, ezt fagyjuk ezt a angolokkorát, de, de hogy ez, a, ez az előnyöm mások szemben, mind a két oldalról nézve. Hát ez mondjuk egy jó ja, 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 ja. dolog, ha ez megvan. Jó, hát szerintem nem tudom, mióta megy a felvétel. Még csak. <gül> <gül> jó, hát szerintem amúgy, ha nincs így semmi téma. Hát figyelj, én, én nem készültem annyi témával, mint te. Hát, hát amúgy végig vettük. Végig mentünk minden. Össze-vissza volt, amit beugráltunk. De, de szerintem ez elbog... még pont a meghallgatható hosszúság. Belőlem. <gül> <gül> Akkor szerintem így elérkeztünk a végére, aztán hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Még egyszer a lehetőséget köszönöm. Én is élveztem, érdekes volt ilyen sokat beszélni a nem is tudom, hogy mi volt a központi száll, de talán végig nagyjából a YouTube maradt, meg a Olyan, Twitch. Hát, úgy próbáltam a, ezt az influencer vonalat, de mm -hmm. hogy, mert amúgy úgy is jöttek a kérdések, meg úgy is született meg ez, hogy elhívjálak például téged, hogy mondjuk nézem a streamet, és így ott ott nem lehet minden témát így kifejteni. Ah. Tehát volt ez az egyperces rovatod a keréknél, igen. és hogy ott is úgy kevés volt az az egy perc. De nyilván a legtöbb ember nem azért van ott, hogy azt hallgassa, hogy mi dolgozol pontosan, mondjuk. Pontosan. És akkor gyűltem ott, hogy jó, de... Ki vagy te? Itt ja, ja. jó, meghallgatnék pár dolgot, de hogy így. Ott, ott nem lehet mindent. Ami egy érdekes gondolat, nem tudom, hogy mennyire legitimizálná az én mondani valómat az, hogyha tudnák az emberek, hogy én a foglalkozom. Mert én ezt nem szoktam ezt így. Tehát, hogy ha jó, de a törzs közönség azt tudja. Lehetséges, hogy mondjuk a 25%-nak van valami fogalma róla, de szerintem a nézők egy jelentős része az az csak azt gondolja, hogy én csak egy, lehet, hogy mit tudom, én informatikus vagyok vagy. vagy tudom én könyvtáros. Hát egyébként, vagy, vagy azt gondolja, hogy ez még mindig zenén, szó szóval, hogy... Ja, ja, persze. Nem lehet tudni. De hogy nem tudom, hogy ez mennyire, hogy mondjam, ván egy előnyére a, ennek az egész, úgymond, benszerben a tevékenységnek, hogyha ez a dolog így előrébb lenne rakva. Hogy én ezért mondom, és mondom ezeket, mert én így jobban ráláthatok, mint mások. hát szerintem itt nem, nem lényeges, tehát nem osz, nem szoros, hogy most. A mondani való nem változtat. Hát csak persze. kérdés, hogy legitimizálja el, hogy úgymond megerősíti-e, hogy olyan embertől hallják, aki egyébként szakmai alapon is tud róla beszélni, nem csak egy véleményt mond. Hát ez mondjuk lehet, gondolom, emberfüggő, hogy van, akiben ez lenne, van, akiben meg lehet ilyen hatalmas negatívum lenne, hogy aki, ja. ok, akkor te most marketing tudásod van, és direkt felépítesz majd egy csatornát, ja, ja, és pénzt igen. keresel a legegyszerűbb módon, és akkor ha. Szóval ja. hogy lehet, hogy vannak, akikben meg negatív lenne. Hát, hogy igen, én álszent lenne, hogy én ezt kihasználom meg, meg nagyon tudatosan csinálok minden. Ja. Hát figyelj, ez is ilyen jogos kritika lenne, bár igaz lenne, hogy, hogy, hogy egy csomó mindent tudatosan csinálok. Tehát, hogy ne, nem, nyilván, de nem Nem használod ki az embereket tulajdonképpen. Tehát az... Hát nem, de, de, de az, hogy, hogy például nézek egy adott tartalmat a Twitch-en, és ö, nem bírom nézni, és elmondom arra a tartalom, hogy ez szerintem nézhetetlen, minősítetetlen, és elmondom, hogy hogy lehetne jobb, és közben mondjuk végtechnót hallgatok, ahelyett, hogy nézném a videót, mert nem bírom nézni. Szerintem az pont ö, így elég hozzáadott valami, vagy, vagy, vagy mondjam, lezárás annak a történetnek. Ha én például azt élném meg, hogy az én videómra valaki egy ilyen streamet csinál, hogy közben tehát nem bírja nézni annyira, szenved. Nekem az erős erőjelő, jelzés lenne. Hát feltéve, fel ha ja. hozzá a videó. Szóval már ez, a, ez az inger is talán, amit ezzel adok. Lehetséges, hogy tényleg nem nézi meg, mert soha nem hallott rólam. A NASDAQ is, akinek minden videóját láttuk, vagy a legtöbbet. Ez van. Tehát akkor nem jutott el hozzá, akkor nem jutott el hozzá. És egyébként én is szeretném színesebbre venni ezt a dolgot. De nem biztos, hogy azzal fogom, hogy megcserélem mondjuk a, a tartalomgyártókat, amiket eddig szoktunk nézni tök másra, mondjuk a beauty világot, mert hogy így az meg nem is érdekel, hogy, hogy hát. én tudjam nézni. Hogy, hát, hogy vagy nagy túltával áll tőlem, hogy, hogy legyen bármilyen fajta rálátásom, hogy ez most oké-e okay vagy sem. Szóval azért maradjunk annál a vonalnál, ami úgy széles körben értelmezhető. Hát persze, megálltam, hmm. hogy téged is érdekel, tehát Igen. nyilván az is fontos. Nem mondanám, hogy érdekel az, hogy az osztályfőnök szerepében nazgani mond, tehát nem érdekel a téma, sose ez a lényeg, hogy érdekel. de a jelenség része érdekel, vajon ezt hogy oldotta meg, vajon mit csinál, és ha van van egy szponzoráció, az extra spice, tehát az csak habatortán. Hmm. Egyébként tudsz mondani például szponzorációra olyat, amilyen nagyon tökéletesen lett kivitelezve és magyar. Tehát, hogy amire azt mondtad, hogy na, ez ez igen, ez egy jó. Itt tényleg volt kreativitás, tényleg volt benne munka, mondjuk. <hoboh> ja, hogy ilyen szempontból azt Aha. hittem, először az azt, azt hittem, hogy teljesítményre. Tehát, hogy amit ami hatással. Ja, nem mondjuk sokan vásároltak. Ja, igen, nem, igen, nem igen, erre gondolok. Hát, amit tényleg úgy volt kivitelezve, amire mondjuk azt mondanak, na, ezt mondjuk én is így csináltam volna, vagy még én sem tudtam volna ilyen jól te senkit nem akarok dicsérni. Hmm. Vannak elfogadhatóak, de sajnos még mindig mindenki számára ez a szponzoráció. Szerintem örökre ilyen maradt, hogy ez ezt nem lehet annyira érdekesen beépíteni. Mondjuk egy horvát András, aki autókat, okos autókat, meg ezek kapcsolatos dolgokat uh, mutat be, ott azért könnyebb egy szponzort beépíteni, mert észre sem veszed, hogy szponzor vagy, nem érdekel, mert tudod, hogy a csávó az, az véleményét fogja elmondani. És akkor azt mondod, hogy jó, ez egy jó szponzoráció volt, de érdekel egyáltalán, hogy az volt? Nem. Mert beépült organikusan a Hát vagy egy tech kettőt, ha megnézzünk, hmm. ott tech cuccok vannak Igen. mindig. De ez egy kihívás, én azt szeretem, hogyha a videós is úgy oldja meg, hogy kreatív, mert ez egy kihívás kéne, hogy legyen videósnak. Például, hogyha azt tapasztalom, hogy, hogy látok egy Rage Shadow ami, amit mindenki máshogy old meg, jellemzően nem túl jól, nem túl kreatívan, de az egy nagyon kötött formátum. Ott meg van mondva gyakorlatilag, hogy mit kell csinálni, szóró szóra fel kell olvasni egy, egy leírt szöveget, és hát ezt meg ezt kell ilyenkor meg akkor bevágni ennyi annyi másodpercnél. Valaki ezt kiszolgálja, van, aki nem is szolgál ki, van, aki egyáltalán nem is szolgál ki. És ebből is látszik, hogy kinek mennyire fontos az, hogy mit gondolnak róla, amikor egy ilyen szponzorációt elenged. Vagy egy World of Warships, az is olyan, hogy ez egy ingyenes játék. Érted? Tehát nyilván arra megy ki a, a, a szponzornak a hogy mondjam a gondolatmenete, hogy ezt népszerűsítsen, letöltsék, adjon rengeteg olyan dolgot, ami miatt megéri letölteni, mert bárki letölteti, ott van a célközönség tökéletes, de azt látod az influencert, hogy kurvára nem érdekli. Hát. Mert annyira, ennyi, annyira színészkedik, hogy ez, ú, most hajókkal lövöldözünk egymást a tengeren, <laughs> szerintem az, az ugye elvesz az értékéből, hanem nem nekem, minim, tehát nekem mindig, de szerintem másoknak is. Hát persze, nyilván. Mondjuk én is kapok fura megkereséseket mm. itt, Ilyen kisebb cégektől a szponzorációra, ami nem tudom, hogy miért pont én. Mondod, hogy Le, szerintem amúgy mindig mindenki nagyon-nagyon nézzen után, hogy tényleg létező cége, milyen e-mail cím. Én minden nap kapok olyat, ami kamu. Tehát fake. Hát jó, ilyeneket én is, amikor mit tudom, hogy kripto akármi keres meg. Nem, hogy nem, nek most, már, most már nagy cégek nevében is rájöttek, hogy már a Real Shadow Legends-et is lehet ugyanúgy scam, wow. Scamán, mert, mert, ismerik az emberek, és azt mondja, én a Raid Shadow legends vagyok, szeretnék együttműködni, mindegyik arra megy ki, hogy töltse le egy alkalmazás, és indítsd a gépeden. Mindegyik. Aha. Csak mindig ilyen nagyon... Volt olyan, ahol ilyen tíz oldalos PDF-et kaptam, teljesen hitelesnek tűnt, csak egy idő után rájöttem, hogy a, például a Canon megkeresett engem, hogy a Youtube-on az új kameráikat, meg lencséjüket. És tudi, ez nem reális. Jó, mindegy, akkor itt túl vagyok ezen, választok kamerát, de töltsem le az alkalmazást. Hát. És <laughs> akkor azon keresztül mondom, én biztos nem töltök le semmilyen alkalmazást, még ha a Canon kéri maga is. És egyébként ilyenkor jellemzően nem az az e-mail cím van, hanem valami közvetítő cég, aki le tus csekkolni, aki nem létezik, és akkor hát 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 én jól meg lehet igen, hogy De én nagyon könnyű cím. belefutni ennek be. Tényleg olyan hát, meggyőzőek esetenként. Hát meg ott vagy, hogy mit mi első szponzorációd, is nagyon szereted a kanon, és akkor lehet, hogy beleszaladsz. Uh -huh, persze. És nem tudom, hogy kinek érje meg azt, hogy mondjuk Ethereum-ot trédeljen a YouTube csatornádon, és ellopja, és, és minden adatot elhalásszon, de de ilyenek vannak. Én pont nem tudom, kivel beszéltem már erről, hogy vannak, tudod, ezek a örököltél a amerikai nagymácsító pénz, uh -huh. meg ezek a szkemek, és hogy nem tudom már ki mondta, hogy valószínűleg ez kimegy nem tíz embernek, hanem tízezer embernek. És a tízezer emberből egy lesz, aki ja, akinek meg. Persze, nagy számok törvény alapján valaki úgyis befürdik. Igen, valami. és akkor így, megéri ilyen nagy, nagy tételbe. Mert hát. nem hiszem, hogy ráírnak egy akárkire, hát. hogy... Ugye én egy darabig csináltam azt, hogy nem tudom miért, de most már cringe és ugyanezek jönnek. Tehát, hogy megvan, úgy felismerem a formátumát az e-mailnek, csak mindig más e-mail címre jön, de hogy, de hogy így, meg mindig más partner cég nevében, vagy cég nevében. És az általában azok ismert cégek. Tehát, hogy nagy Levi's, vagy tényleg a, nem is tudom, mit mondtam az előbb ilyen példaként, a Raid Shadow Legends, a Plarium. Tehát, hogy, hogy valami olyan cég akit, akit, így ismerek, tehát jellemzően. És akkor volt többen olyan alkalom, hogy írtam annak a cégnek, hogy hé, hey, valaki ezzel próbált szkemelni, figyeljetek oda, vagy, vagy nem tudom, vagy indítsatok el valami jogi folyamatot, hogy, hogy ne a ti nevetekben. Tehát, hogy Hát Érted, a ti hírneveteket rontja az, hogy ha valaki mondjuk ez beszopja, akkor azt mondja, hogy hé, hey, ez a nem tudom, online nagy divatáruház, akit én ismerek, meg, meg használok, ő beszkemmelt, és ellopták az adatai, pedig nem ők voltak. De most hát kaptam rá választ senkitől. Tehát egy idő után abba adtam ezt az ilyen jótékonykodást jó is. Hát mondjuk szerintem, ha már ilyen cég keres meg, akkor ott, ott egy ember keres, és téged keresnek. Meg hát ott vannak, e... vannak referenciák, linkek. Sőt, már ezt is elkezdték a, a szkenmerek. Tudom, hogy, én tudom, én, nem merek PDF-et PDF le. letölteni, nem. se linkre kattintani. PDF-et letölteni, se programot. Minket. De, de, futtatni semmiké. Hát azt nem. nem. Úgyhogy tényleg vigyázni kell. Hát sokszor hallunk sztorikat, hogy ilyenbe belefutnak emberkék. Ja. De most szóval, hogy így hát akkor mondjuk utolsó szolgálján, amiről nem beszéltünk, de egy nagyon érdekes szereplője a magyar internetnek, ez a Dezső Bence karakter aki hát szinte a kezdetektől fogva ott van a Rivalda fényben, és akkor most el odáig, hogy, hogy rájött, hogy őt, tévedett. évedett. Magával kapcsolatban nem tudom, hogy láttad a Sipi vallat, nem, amiben nem. a Sipi nem vallat, de Dezső Bence elmesél <laughs> dolgokat. ez az a fajta műsor, ami mondtam, hogy Amerikában megy, hogy hmm. tényleg izé de nem. De csak ilyen nem, hát ilyen ott, semmilyen simogatás megy végig. Viszont a Dezső Bence elmondja, hogy ugye írt egy könyvet, és hogy Rájött, hogy ez egy tévedés volt. Hm, tehát, hogy meg, megírni a könyvet, igen? Vagy? tehát, hogy az, hogy, hogy nagyképű vagy és büszke, lehetséges, hogy nem mindig így, így szántad, vagy ilyennek szántad, de ez nem jön be az embereknek. Nem jön be. Vagy, vagy már sokkal kevésbé. Az emberek is változhatnak. Alanyagon nem fogadnak el tőled mindent csak azért, mert te vagy valaki, akinek van egy híres neve az, az internetes térben. Illetve az se garancia arra, hogy te dezsőben, tesz, hogy nézzék, amit csinálsz, mert már azt se teszik. És akkor most ő már hónapok óta nem csinál tart. Szerintem ott van az igazi válság. Nem is hmm. tudom, hogy egyébként ő képes lenne valahol valami értelmes dolga visszatérni, vagy csinálni. Szerintem ő már annyira sokszor elkaszált a, a tehát ő a, a, a cringe gyakorlatilag istene. Nála durvábbat nem, nem, nem kapott még a magyar internetes közönség a szemébe. Szóval, talán még árbentét lehet egy lapon említeni tehát akkor vele. most így a személyiség torzulós burokból itt ki. Uh -huh lépett. De az a kérdés, hogy elhinné -e neki bárki bármit, vagy jelentett nagy tömeg. Mert ez mindig ráfog, ez a Dezső Bence, érted? Tehát, hogy ez így, ez van a fejedben. Hát egy, egy, olyan lépés, amíg lehet, mint a Farkas Timinek volt, hogy most megváltozok, ja. és új tartalom lesz, és... És nem lett semmi. Nem. De, és egyébként tökéletesen vigan megvan az Instán, és ott is marad remélem, meg a TikTokon. Szerintem a Bencének is egyébként eldönthetnék, hogy ez, ragaszkodik ez az államhoz, hogy a YouTube, mert YouTube az egy olyan hely szerintem, ahol ott, ott, az, ott jobban lehet forgalmat terelni egy bizonyos szempontból, de de nagyon sok időt, meg pénzt emészhet fel a tartalomgyártás az Instához képest, vagy TikTokhoz képest, amihez csak egy mobil kell legtöbbször. Hát És tehát, hogy végig gondolja azt, hogy ő inkább csak élvezni akarja az idetét. Ő nem akar alkotni, ő nem akar nagy projekteket létrehozni a YouTube-on, mert ott könnyebb ezt megtenni. Nyilván a TikTok nem tudsz feltölteni 15 perces videókat, még. De de én, én, ezt, én azt remélem, hogy egyszer így magába száll, és hajlandó mondjuk nyíltan akár vitázni a, a, a kínos dolgairól, a kínosnak például Ha ő eljönne mondjuk a cringe amit sajnos nem hallgatnak elegen ahhoz, hogy nem ér elég embert, most itt viccesen, Igen. de ezt, ezt, ezt tudom mondani, hogyha az elérné a magyar internetes közönség széles rétegét, hogy Dezső Bence bizony konkrétan beszél ezekről, és szembe van állítva, és nem hebek habok hanem elmondja, hogy igen, én, egy, én, én így gondolkoztam erről. Abszolút nem érdekelt, hogy ki mit mond, én pénzt akartam keresni ebből. Fel akartam építeni egy vállalkozást, mert mindenki ezt mondta körülöttem, hogy bennem sok pénz van, nagy jövő van előttem. A cél szentesítő az eszközt. Hogyha ezeket így hallanánk, lehet, hogy el tudnánk fogadni mi is őt, mint, de addig antipélda marad, ameddig egy, 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 Egyébként akkor így fény is derült a kérdésre, amit még az adás közepe felhettem, hogy meddig fut a szekér még mm. az ilyen kiegett influencereknek addig, amíg ők meg nem állnak, vagy rá nem jönnek arra, hogy ez így nem jó. Tehát nem éreznek készetés arra, hogy abba hagyják. Hát tulajdonképpen. Mert mindig lesznek ugye új tíz évesek, akik rátalálnak valahogy mondjuk egy naztani. Szerintem szerintem ott, ott múlik egy ilyen Videósnak úgymond a jelentőség, hogy elveszti a relevanciáját. Tehát már nem meghatározó. Vagy egy kisimit nézünk, például egy paplovagot nézünk, vagy egy ping pingvi harcos nézünk. Tehát, hogy voltak itt is, de most már inkább itt. Úgymond relevanciában. És ezt nyilván a, a tényszerű számokkal alá lehet támasztani. Hát persze. És akkor innentől kezdve nincs miről beszélni attól függetlenül még aktívak, meg, meg, biztos, hogy van sok érték abban, amit csinálnak, csak sokkal kevesebb ember számára. Egyébként itt még visszatérve erre a Dezső Bencés podcastre, hogy egy időben, nem tudom, ezt szerintem pár éve van így, hogy így nyíltabban beszélnek a celebek, vagy zenészek például arról, hogy milyen a zeneipar. Tehát, hogy elmondják azokat a dolgokat, hogy hallgattam már például Fluor podcastet, Majka podcastet, amiben, például a, a, amiben például a Majka beszélt arról, hogy volt ilyen idegösszeroppanás, vagy nem tudom, hogy pontosan, uh -huh. hogy fogalmazott, vagy pán pánikbetegsége volt, ha jól tudom. Aha. A Fluor is beszélt már ilyenekről, hogy itt nyíltan beszéltek ezekről a dolgokról, ami egy tök jó dolog, viszont lehet, hogy ebből ilyen kicsit ilyen trend is lehet, hogy tök menő arról beszélni, hogy amúgy nekem amúgy nagyon rossz. Nem, nem pont erre a két emberre gondolok, hanem másokra. Ugye a híres emberek magánélete az... Viszont a Dezső Bence, vagy bárki amúgy, aki először ezt így meglépné, az hatalmas figyelmet kapna valószínűleg. Tehát ha egy Dezső Bence kiállna és elmondaná, hogy jó, ez, amit az előbb felvázoltál, nagy rivalda fényt kapna száz százalék. Tehát a legelső, aki ezt meglépni, az biztos, hogy... Hát ez a, ez a, ez, a, ez a fajta öntisztulás, ez szerintem akkor hiteles, hogyha nem te nyilatkoztatod ki magadról, hanem tényleg valaki olyan személy, akinek egyébként alapból van hitele, és itt nagyon kevés ember van itthon, aki erre. Most elmész a VR Pistihez, mint Dezső Bence. Hát az mennyire hiteles, hogy ott összeborultok. <gül> <gül> Tehát nem az. és, és tényleg nehéz is. Tehát az ő szempontjából kurva olyan embert, aki egyetlen szóba áll vele, <laughs> aki úgymond szeretné megtartani a, a valamilyen szinten. Ja, és úgy nyilván, hogy, 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 hogy mondjuk ö, beleáll a dolgaiba. Mert te, hogyha például, hogy te Dezső Bence ülne, és te végbeszélgetnél vele mindent, és mindenre válaszol, de egyetlen egy kemény kérdés nincs benne, Kép, képes lenne rá te is, meg ő is, de lehetséges, hogy te azt nem tennéd ki sehova, mert utána téged, rólad mit gondolnának az emberek, hogy itt volt a lehetőség, és nem tettél fel egy nehéz kérdésre. Hát pontosan, ezért gondolom, hogy nektek nehéz a cringe beat, igen. mert meg kell találni. meg nyilván ott más, mert... Hát, ott el kell fogadniuk előre, tudod? Ez a nehéz. Hogy hát így, igen, hát de, ez, de neked nem. is, mert ja. ugye tehát neked is bele kell állni, mert előtte fogtok beszélgetni. Kis a tök jó ember, és utána mégis fel kell tenned a kemény kérdést, mikor egy tök jó arc. Még lehet találtok közös érdeklődési kört, meg minden. Tehát, hogy ez így nehéz. Még akkor is feltenni objektíven azt a kérdést. És utána elkérni a sávját, hogy... Mert érted, hogyha gondolj bele, hogy ő sarokban van szorítva, és hogy olyan helyzetbe kerül, hogy ő neki ez nem profitál. Ezt éli meg közben, akkor miért küldje el a sává, sávját? Például volt egy podcastunk a Siklósi Őrsed is, még két-három éve, de az Őrs nem küldte el a sávját, mert sokat beszélgettünk az X-Faktorról, meg az RTR-ről. És úgy éreztem, mivel akkor ott dolgozott, hogy neki talán hátránya származna ebből, hogyha ez kikerül, ezért ez a podcast soha nem került fel a netre. Hm. Például, de hogy, hogy ilyen bármikor lehet, hogy. Azt hittük akkor is, hogy kész van, de nem, mert az ember nem küldi el a sávot, mert úgy érzi, hogy nem jó, ezt inkább nem. Amit mondtam, nem vállhatom fel. És ez is benne van. Tehát megtörténhet a Dezső Bence cringe bait is, de ha nem küldi el a sávját, akkor hát, azt mondja, hogy nem, nem, nem használ, ki. Igen, igen, igen. igen. Tehát ez egy nagyon határozott döntést igénye. Ugye, mint a Gerinél megtörtént, hogy eldöntött, hogy jó, eljön. Én arra napokat készültem az több, mint három óra, és mindenen végig ami őt érinti, és kellemetlen. És mindenen. És akkor ott elindult a purgatórium podcast, aki utána jött, az az, az, az már tudta, hogy így nagyjából így erre lehet számítani. De most érted, mi, mi a legkülönösebb dolog, ami történhet? Az, hogyha nem válaszol, szerintem. Vagy ha azt mondtad, hogy igen, ezt én megtettem, én ezt sajnos ezt így csináltam. Hát, azok kit vannak a neten, tehát tulajdonképpen yeah, yeah. nem olyat kérdeztek, ami egy messenger csoportba történt, és Hogyne, ez senki, mint senki nem zorba. tud róla. Tehát, igen. Csak, csak érted mondjuk, hogy te kitettél volna olyan videókat, ami minősítetlen clickbait, tele van szponzorokkal, stb. <há> és akkor megkérdezem tőled, hogy ezt miért tetted ki, és azt mondta, hogy hát nem tudom, már hát, túl rég volt ehhez, ne erről beszélgessünk. Tehát, hogyha ez így elhangzik, akkor mindenki tudja, hogy kamuzol. De hogy hm. hogyha azt mondod, hogy igazából hülye voltam, nagyon megbántam, ez meg az, hogy nem tudok kezdeni, semmit se kezdeni, de legalább, de legalább úgymond megbántam. Jó és lehet, ezt hogy van, aki így ment el mondjuk egy cringe hogy majd ez a legnagyobb tisztára mosom és tök jó lesz nekem. Ez. Ez. Ezzel nem tudunk mit kezdeni, hogy tisztára mosom magát, és akkor oké, okay, most akkor hogy bántsuk? Vagy ne bántsuk? Vagy mi legyen? Mert hogy ő látszik, hogy tényleg szintén nem ezt vagy, vagy, nem tartja jó dolognak. Például a Peti azt mondta, hogy hát igen, bazd, meg azért csináltam Facebook idiótákat, mert kurva sok pénz volt benne. Csak hogy ez mit kezdesz? Hát de ez, ez örkölcsileg ez nagyon nem oké. Okay. Igaz, Peti? Hát persze. És? Én ezt gondoltam akkor. Jó. Ö, ma már nem ez gondol, ugye? Nem. Oké. Okay. És megyünk de tovább. De még mindig vannak. Lá, igen, és <laughs> felföljön felfőjön egy ilyen utána. <gül> 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 utána. Szóval... Um, um, ne, én nem adok nagy hitelt. És az, az internetes ígérgetés a legnagyobb veszmesség a világon. És ez saját hibádon keresztül sokkal jobban észreveszed, mint másokén. Fölösleges megígérni azt, hogy minden nap lesz vlog jövőre. Hogyha tudod, hogy ez egy kivitelezhetetlen feladat két hónap után, megunod. Na mindegy. És van egyébként olyan cringebait vendég, akit mondjuk szívesen, a Szabbi Esten kívül, akit szívesen elhívnátok? A századik adás is megvan. Oh. Hát a vis megvan. Az Refplay lenne. Ó. Oh. Akit <laughs> hát kb. hatan néznek jelenleg, de, de szerint, szerint számunkra annyira, hogy mondjam, ilyen, ilyen trófája lennek. A Refplay az a nagyon mély hangú Igen. Csalú. Ja, azt rock mindig keverem roll. a Rekállal, mert hasonló ja, a, a nevű. Más, más. Hát nyilván Dancsó Péterrel fasza lenne egy, egy podcastot összehozni. Ez a baj, Esér hogy... Rá nulla. Pont szerintem ti is úgy vagytok, hogy azokat a kérdéseket tenném fel egy Dancsó Péternek, amiről nem úgy nem nem podcastben, beszéljön. hanem még négy szem beszélgetni. beszélgetnék. Ja, Mert ja. hogy ilyen szakmai titkok is kiderülnének, vagy olyasmi. Tehát engem például érdekelne egy csomó dolognak a működése, amiben ő benne van, és nem biztos, hogy ő arról beszélhet bárhol. Jó, ja, nem. Én ezt leegyszerűsítem annyira, hogy megkérdeznem, hogy neked tetszik a, az, amit éppen most csinálsz. Ezek a videók... ezeket egy tudod nézni, úgyhogy így, így tetszik továbbra is. Ezek, ezek, a, ezek a művek, amik fel vannak töltve. Most például tegnap kitett egy, vagy ma reggel egy uh, új zenét. Igen. És... Uh, ez nagyon nem az a vonal, amit egyébként ő csinál. Szóval ebből látszik gyakorlatilag a trú személyisége, ami érdekes. Én abszolút nem eb ebben a körben mozok ebben a szintvév, retrovév világban, de, de itt, itt, egy, kis, egy kis, hogy mondjam, hiteles személyiséget is kaptunk ezen keresztül. Főleg amúgy én azt, ezen a vonalon azt látom, hogy a klippekben, mikor még az elején megcsinálta, volt ez a az is hasonló stílusú dal igen, volt, igen, igen. A ilyen kicsit ilyen visszajövőben feeling mm, volt. Igen, igen. Igen. És ott is az volt, hogy a klippent amúgy azt valószínűleg vágja, még most is. Meg biztos ezekkel napokat, és ez... heteket eltölt. Igen, és lehet, hogy mit tudom én böngészi a netet és úgy, úgy, úgy csinálnék ilyet, hát, vagy mit tudom én, vannak ugye ezek a könyvtárak, ahol vannak ilyen mindenféle effektek, meg léerek, és akkor lehet böngészi, is úgy csinálnék egy ilyen videót, és akkor egyszer csak eljut oda, hogy megcsinálja. Mm. És megnézik töredéka annyi, mint egy vargai irénes semmilyen béna vlogja, és akkor öröm mit gondol? Na hát ezeket én is megkérdezném. Na, mondjuk ez igen érdekes De kérdés. Hm? Mert hogy vannak ilyen passion project meg van a ez, amit a standard, amit csinál abból. ami számomra, én már nem nézem egy jó ideje. Hát lehet úgy van vele, hogy tényleg ő is már az a megélhetés, azt csinálja, és akkor vannak mellette ilyen projektek tulajdonképpen, amik meg én ezt értem, Jól csak én ezt ennyivel nem tudom elintézni. Én, én De a lehet, fejemben ez nagyon zavar. Nem. Én akkor azt mondanám, hogy oké, okay, akkor vegyük példák, példák, szerint, hogy neked az, amikor egy olyan kiállásod van, egy, tudom, egy, egy, egy szellemi fogyatékosról, vagy mit tudom én, egy, egy, egy nem, egy, nem, egy fiatalkorúról, amiket mondtál, és szó szerint idéznél, azokat azért teszed, hogy, hogy ezek a tartalmak népszerűek hogy vagy a te egódat ez, ez táplál. Te tényleg az, annak akarod láthatni magad, aki ott vagy, aki, aki egy ilyen, szinte élethavára egy ilyen Cézár, aki beül a trónjába, és akkor eszi éppen a, a szülőfűrtöt, és eldönti, hogy ki az, aki menő, meg ki az, aki nem menő. Ezt a hatalmat élve, élvezed? Ezt, ezt én így tényleg feltenném, és erről beszélgetnék főleg. Mondjuk erre én már tudok rögtön egy érvelést, amivel lehet visszaütni, szóval Igen? nem ilyen. akarok neki ötleteket adni. Ja, de hogy ott van Mónika Show, ott van való ahol Nagyjából hasonló dolgok történnek. Mind, a mint egy Dancsó videóban. Igen. De hát az hát nem ilyen videókat csinált. Hát régen Itt, nem. Hát, no, És hát mit, miért történt? Hát lehet, hogy látta ezt a irányvonalat. A személyiségtorzulás az, egy az, az, nála egy külön dimenzió akkor. Igen, ő egy teljesen más kategória, azért se soroltam fel mm. a többiekhez. Meg nem, nem tudhatott, hogy ő most legbelül mit gondol? Tehát, hogy van-e esetleg ilyen személyiségtorzulás, vagy nincs? Mert ugye volt például az a cipős interjúja, amiben ott nem tudom, ott olyan, olyan volt, mint egy kapcsol, hogy kiben kapcsolna. Pontosan. És ez csak Az volt a legelképesztő számomra is, amit láttam tőle, nem, tehát mostanában. Az egyszerre elgondolkoztató, és, 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 és szomorú is nekem. Hogy egyébként ezt a csávot jó, lehet, hogy nem olyan, mint én, nem annyira klikkelnék, de, de ez, ez ő. És az a, az a, másik, aki meg ilyen műmájárkedő, ovis bénavicceskedő, az, az számomra nézhetetlen. sőt, megmagyarázhatatlan. De úgy lehet, hogy ő is, lehet, hogy megtalálja benne saját magát ebben a karakterben. Nem tudhatom, én én, 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 nekem ez nem, meg, meg, de meggyőződésem, hogy ez ki van találva, elvajátszva és ez, ez legalábbis külsőleg annyira nem önazonos. de hogy ezt szeretne lenni, de ezt tíz év múlva visszanézni, én nem gondolom, hogy azt fogja mondani, hogy ez jó volt, jó ötlet volt. Mondjuk tíz év múlva lehet, mert változik annyit, de hogy ezeket letörölgetni, mint, ja. ahogy, a mint ahogy a régieket. Többit. És Na. van egy ilyen folyamatos Aha. változás ja. tulajdonképpen. Hát majd remélem hogy egyébként a századig adásra össze tudják hozni, aztán az nagy, nagy durranás lenne, de már szerintem a szabbiest is amúgy tök jól lenne. <laughs> hát reméljük, hogy szépen, én is bízom benne, hogy hát megjegyik talán akár. Hát meg addig, addig még kellenek vendégek, tehát hogy én, én úgy érzem, hogy ez véges ez a magyar Youtube felület, ja. de de majd úgy az, 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 de, de készen állunk talán újra meghívni embereket, <laughs> vagy, vagy ilyesmi. Egyébként az meg egy jó dolog, ja, meghívni hát. valakit, aki már mondjuk változott annyit, hogy uh -huh. lehet róla beszélni. Uh -huh. Persze, persze. Úgyhogy simán. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és remélem, hogy egy izgalmas adás nem csak nekünk, hanem a közönség számára is izgalmas lesz. Abszolút, én is még egyszer köszönöm a, a lehetőséget, és hát nem tudom, várok mindenfajta jellegű kérdés, vagy, vagy akármit, ami ezzel kapcsolatban felmerült és nem hangzott el, ha valakit még érdekel, meg hát nem tudom, üdvözlöm, csókoltatom a, a nézőidet <laughs> hát is ez az A kom komment szekcióba úgyis is majd jöhet. Azt jaj. még amúgy elmondhatjuk, hogy mikor szoktál élőzni, hogyha most ezek után, a podcast után úgy gondolják, hogy akkor megnézik itt az említett dolgokat. <laughs> Kedden és csütörtökön este 7 9 szoktam a Twitch-en streamelni annyit kell beírni, hogy Ben szülőd bán a 2 <laughs> <ennel, és gül> Akkor és ah, ott... akkor rakunk linkeket a leírásokba. Ja. Igen, igen, szóval nekem ez a nagy kifejtett tevékenységem. <gül> <gül> hát akkor ennyi lett volna már a Kék Oceán Podcast, köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk majd a következő adásba. Neked pedig köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is, a magatokra, vigyétek a cetteket, Ciao. Sziasztok!